és mivel, hogy a gonoszság meg sokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Máté Evangélium a 24. fejezet 12. verséből idézem Jézus Krisztus szavait, és beszéljünk ebben a hónapban arról, hogy mit is mondott az emberiség megváltója az emberi történelem végnapjairól, amelyekben mi most élünk mert Jézus nagyon részletesen beszélt erről. Volt egy nevezetes ígérete a mennybe menetel előtt, amit Máté Evangélium a 28. fejezetének a végső verse rögzít, amelyben Jézus azt mondta, hogy ha majd a keresztények elmennek széles e világra, megtanítják az embereket mindazokra a parancsolatokra, amiket ő tanított nekünk, és megkeresztelik őket az atyának, fiúnak és a szentéreknek nevében, akkor veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Fontos tudatosítani, hogy Jézus Krisztus úgy van velünk, hogy a világ végezetéig elébünk tárta az emberi történelem folyamatos aláhanyatlását és ennek tüneteit. Sokszor hangoztatjuk, hogy Jézus első eljövetelére nézve kb. 200 jövendőlés volt az Ószövetségben, a második eljövetelére nézve pedig mind az Ó, mind az Új Szövetségben több mint 400 jövendőlés található, mint például ez a ma reggel idézett, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Olyan egyszerűnek tűnik ez a mondat, de Figyeljünk fel csak rá, mind a két része nagyon megdöbbentő. És talán nem az első része a legmegdöbbentőbb, hogy tudnék, a gonoszság megsokasodik, mert ilyen sokszor volt már az emberi történelm során, például Mózes első könyve hatodik fejezetében, majdnem kétszer is olvassuk ezt a kijelentést az özönvíz előtti állapotokról, hogy megsokasult az ember gonossága a földön és szíve gondolatának minden alkotása, szüntelen csak gonosz volt. És később meg így, betelt a föld erőszakoskodással. Ez egy bibliai szakkifejezés, hogy megsokasodik a gonoszság. Ez nem csak annyit jelent, hogy mennyiségben túlárad a bűn. Nyilván ennyit is jelent. De a mennyiség egy idő után, ahogy régi német filozófus mondta, átcsap minőségbe. Minőségileg lesz más az élet, nem csak azért, mert az élet minden területén csalás, hazugság, képmutatás, lopás, gyilkosság, fölsorolni is nehéz lenne, hogy milyen förtelmes és undorító bűnök burjánzanak, igen, hatványozódva jelennek meg, hanem elér egy bizonyos kritikus pontot a mennyiség, ami után visszafordíthatatlanná válik minden. Ennyit jelent a megsokasul a gonoszság. És ennek nyomán jön a még félelmetesebb dolog, hogy az emberek tulajdonképpen, ha addig képesek voltak is szeretni, vagy szeretetben intézni az ügyeiket, ezután egyre kevésbé lesznek erre képesek. Kihal a szeretet, kihal a bizalom, kihal a jó szó, de kihal az is, hogy az egyik ember szavát adja a másiknak, sőt, hogyha írásban adja a szavát, az se fogja megtartani. A szeretet sokakban meghidegül, fölhagynak a szeretettel. Azt mondják, hogy hát a szeretet, mint Antigoné mondja, szeretetre születtem, nem gyűlöletre, és Kreon rögtön rávágja, szerets a más világon ott lehet. Fülemben Cseng, szegény édesanyám kielentése a 60-as, 70-es évekből, hogy fiam, ez a világ, hát itt nem lehet úgy élni, hogy Krisztus tanította, mert ez a világ már nem hasonlít arra, melyben Krisztus élt. Ez a világ egyre kevésbé hasonlít arra, ahogy Krisztus kezéből kikerült a teremtés hajnalán. És egyre kevésbé hasonlít valóban arra is, ami 2000 éve volt. De Krisztus parancsolatai ma is megvalósíthatók. A Szent élek segítségével, Krisztusi lelkülettel. Ha a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, akkor ebből számunkra mindennapi parancs, hogy Krisztus erejével, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, egy ilyen megáltalkodott özönvíz előtti világhoz hasonló világban se hagyjunk fel a szeretet gyakorlásával, mert egyedül a szeretet az, amely az életnek ízt ad. Só az egyik jelképe a szeretetnek. Kötél, mely felvonóként felhúz bennünket egy más létformába, és most is élhetünk-e szerint mert ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, tanította Jézus a búcsú beszédeiben. Az pedig tud meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Így kezdi a második Timótaus levél harmadik fejezete első versében Pálapostól azt az áttekintését, amit az utolsó időkről szeretett tanítványának közöl. A második Timóteus levél pár legutolsó levele a római vesztőhely árnyékában született, ez életének testamentuma, és a sok erkölcsi tanítás mellett nagyon sok profétikus kijelentés is található benne. Honnan tudhatott Pálapostól a mi időnkről? Egyrészt ő is tudakozódott és nyomozódott az irántunk való üdvösség felől, mint hogy a próféták és a többi apostol is. Ő is ismerte Dániel jövendöléseit, más ószövetségi proféciákat, több levelében, így az első és a második tesztanikai levélben, amelyek az életművének első fogalmazványai voltak az időszámításunk szerinti 50-es évek legelején, már beszélt ezekről a jövendőlésekről, hiszen Tesszalonikában, ahol két-három hétnél több nem adatott neki, hogy fellépjen, mert elűzték a városból, de néhány rövid nap alatt rávezette az ottani gyülekezetet a proféciák menetrendjére, az idők és időszakoknak a menetrendjére, hogy ő fogalmaz az első levél ötödik fejezetében, de a második Timóteusi levélben egy döbbenetes áttekintést közöl, aminek ez az első mondat, hogy ahogy halad előre a történelem, egyre súlyosabb lesz, a napok egyre gonoszabbak lesznek, az emberek persze mindig várnak valami jobb jövőt, mindig bizakodnak abban, hogy majd a gyerekeinknek, unokáinknak talán jobb lesz. Talán ez a szép várakozás, ami még a második világháború után a mi nemzedékünknek megadatott az 50-es, 60-as években, amikor még az iskolában is arról tanítottak, hogy az emberiségre a technikai fejlődéssel, a civilizációs haladással egy soha nem látott aranykor köszönthet be ma már a mostani nemzedékek, amelyek a létfenntartásukért küzdenek, az erős létharcért való küzdelemben szinte a mindennapi megélhetésért küzdenek, és akkor hol van még az emberi személyiség kibontakozása, a jellemfejlődés, a másoknak tegyünk jót. Igen, ilyen mostoha körülmények között kell megtanulni a mostani fiatalabb nemzedékeknek, hogy embernek lenni, azért mégis az, amit Arany János mondott, hogy a legnagyobb cél pedig a -e földi létben, Ember lenni mindig, minden körülményben. Erre mondja a vers előző részeiben, hogy nemes önbizalom, de ne az önhítség, rugói lelkedet nagy célra feszítség. Nemes önbizalom, de ne az önhítség, amikor az utolsó időkben nehéz napok állnak be. Érezzük a költői megfogalmazásnak a súlyát, hogy pál mielőtt szavakba önteni és lépésről lépésre felsorolna, hogy miért is lesz olyan nehéz ez az idő. És a következő napok reggelein vegyük ezt sorba, aztán majd térjünk vissza, amivel tegnap kezdtük a mostani hónapunkat, hogy... Jézus nagy apokaliptikus beszédében is nézzünk meg a mi időszakunkra vonatkozó részt, de a mai alkalommal talán tisztázzuk ezt a kérdést, hogy mi is ez, hogy utolsó napok, mit is jelent az, hogy az emberiség történelmének utolsó ideje. Ez tágabb értelemben a Jézus Krisztus földre jövetele utáni, tehát az elmúlt kétezer év egésze. Ilyen értelemben használja a zsidókhoz írt levél első fejezetében a bevezetés, hogy hajdan, ahogy hajdana az Isten szólt nekünk a próféták által, most szólott nekünk a, a Jézus Krisztus által ezekben az utolsó időkben. De az utolsó időkben kijelentésnek van egy szűkebb értelme, ez a második értelme, hogy minden azután, ami után az utolsó idői profécia után következik, amire Jézus megesküszik, hogy több idő nincs, ez jelenése könyve tizedik fejezetében található Jézusi eskütétel, amikor lejár Dániel könyve 8. fejezet 14. versének 2300 évről szóló proféciája, hát ilyen módon az utolsó idő már 180 éve a hátunk mögött van. De van egy harmadik értelme is, hogy utolsó idő mindaz, ami a visszaszámlálás négy szakaszát öleli fel, ezt mondja el Jézus Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy a visszaszámlálás első lépseje a hét csapás, a második visszatekintő lépcső az a nagy evangélium hirdetés, a harmadik a nagy rostálás, és a negyedik amikor nemzet támad, nemzet ellen, ország, ország ellen, és hallanunk kell háborúkról és háborúk híreiről, és lesznek éjségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. Hát ebbe az időszakba is megérkeztünk. És egy negyedik legszűkebb értelem szerint utolsó idő az, amikor megszűnik Jézus közbenjárása az egész emberiségért, amikor nincs már papi se főpapi szolgálata a mennyben, amikor elindul népe és minden igazságot, szeretetet kereső ember megszabadítására, a leges legutolsó idő az emberi történelem fináléja, a hét utolsó csapás jelenése könyve 15. és 16. fejezetei szerint. Gondolkozzunk kell ezen, Mielőtt belevágnánk korunk tüneteibe, korunk átvilágításába, a koréba, amelyben élünk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzováigók, kérkedők, kevélyek, káromkodók. Egyelőre idáig idézem a második Timótaus levél harmadik fejezet első és második verse szerint azt a gondolatmenetet, ami Pálapostól végrendeletének, testamentumának is tartható, hiszen közvetlenül kivégzése előtt római börtönében írja szeretett tanítványának Timóteusnak, hogy gondolja arra, Timóteusz, hogy az emberiség történelme halad előre egyre nehezebb idők felé, de az utolsó napokban állnak be a legnehezebb idők. Mert az emberek lesznek, és most a felsorolás első tételét hadd vegyük szemünk elé, magukat szeretők. Hát valaki erre azt mondhatná, hogy az önző ember mindig magát szerette. Semmi különbség nincs. Régi, vagy mai kor emberei között, hát az önző ember kit szeret jobban, először magát, másodszor magát, harmadszor, tizedszer is önmagát és érdekeit. Ez igaz. Hogy az önzést beengedtük a világba, és szétáradt a világunkban a bűn, sátán az irigységgel, a gyűlölettel fizet, és ilyen lett az emberi történelem. Mi az emberiség története? Vérfolyam, mely ködbevesző szikláibul a hajdanna keretké. ki. Így mondja ez Petőfi híres versének kezdete az ítélet. Na de mindjárt a második tétel, hogy a magukat szeretők után jön a második tünet, hogy pénz sóvárgók. Ja, hát erre is mondhatná valaki, hogy a pénzt mindig imádták az emberek, hát mindig hajházták a pénzt. Igen, de hát az ókorban azért nem egészen a pénzen alapult az élet. Az akkori társadalmak élet, amikor cserekereskedelem volt, amikor pénzek még annyira nem is voltak forgalomban, vagy nagy ritkaságnak számított a valódi arany, meg ezüst, meg réz, aztán jött a középkor, hát ott se a pénz volt az alapja a megélhetésnek, hanem a föld, a föld tulajdon, a feudum, hát ezért is nevezzük a feudalizmus korának. De aztán, amikor a 15.-16. százattól elindul valami, ami már nem a rabszolgatartó és nem a hűbéri társadalomra emlékeztet, amikor előtérbe kerül egy személytelen dolog, a pénz, és kezdi fölfutását, 18.-19. század. Volt-e hát még ódákat zeng a tőzsdéről, hogy milyen csodálatos hely ez a tőzsde, az a modern világ temploma, és aztán jönnek az 1970-es évek, amikor megszűnik az arany alap, mint háttere, mint fedezete a pénznek, és a pénz egy közönséges közmegegyezésen, és a hatalmasok által diktált feltételeken alapuló eszköz lesz, és hadd ne menjünk bele, hogy kibocsátja ki a pénz, mennyit ér a pénz, miért inflálódik itt fél évszázadonként száz ezer szeresére a pénz, hát így kell -e lenni, vagy ha nem, miért oly időse gyötrelem? Mi a kevés erő vagy az erény? Nincsen remény, mondja Vörös Marti 1846-ban az emberek szímű hatalmas versében. Mi dús a fölcs, emberkezek, még dúsabbá teszik azt, mégis szerte az ínség, s rút, szolgaság nyomaszt. Miért ilyen a világ? Hogy az ember egy személytelen dologban, a pénzben látja az élete értelmét, amelyen a igazán értékes dolgokat úgyse tudja megvásárolni. A hát pénz ne, pénzért nem kap szeretetet, se boldogságot, se igazságot, se hűséget, csak apró, cseprő dolgok vásárolhatók meg, pénzért élvezetek, pillanatnyi örömök, de hát az élet igazi értéke és lényege pénzen nem szerezhető meg de mégis a pénzsóvárgó kérkedők lesznek, hogy nekik mennyi pénzük van, ezt uh, hát meg kell mutatni, hatalmas, tízmilliós kocsikkal járnak, hatalmas palotákat építenek, úgyis minden tűzmartaléka lesz a népek, a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak, mondta már Habakuk prófét a második fejezete, Kérkedő kevélyek, büszkék, nagy képűek! Az egész kultúránk a nagy alapul. Ilyen világba lépünk ma is, de ha káromlásokat és káromkodásokat is hallunk, akkor gondoljunk János első levele, negyedik fejezet, negyedik versére, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Mert ha Krisztus erejével élünk, akkor legyőzhetjük a világot nem leszünk se én se pénsóvárgók, se kérkedők, se kevélyek, se káromkodók. Krisztus erejével élni a lélek által. Ez legyen a kívánságunk mai napunkra is. Mert lesznek az emberek szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók. Pálapostól második Timótaus levele, harmadik fejezet, második és harmadik verseiből idézem a folytatást, két nappal ezelőtt kezdtük el a levéle szakaszának tüzetes vizsgálatát, és Pálapostól bejelenti Timótausnak, hogy halad előre a világ, és különösen a végső napokban nehéz idők fognak beállni, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérlelhetetlenek, kevélyek, káromkodók, és ezután folytatja így, hogy szüleik iránt tiszteletlenek. A szülői tisztelet alapvető dolog. Hát ha nem tudjuk igazán tisztelni azokat, akik felneveltek bennünket, mégiscsak egy-két évtized munka, törődés, virrasztás, fáradozás jellemzi az igazi szülőket. Ha nem tudunk igazán tisztelni időseket, mert a szülők iránti tisztelet persze kiterjed még a nálunk idősebb nemzedékek iránti tiszteletre is, vagy az államvezetők, önkormányzati vezetők, tehát mindazok, akik több emberrel foglalkoznak. Azért emberekkel foglalkoznak, egy emberek tömegének gondját a válukon viselni, szóval a Biblia nem buzdít bennünket politikai viccekre, vagy arra, hogy állandóan kipécézzük a nagyok és hatalmasok hibáit, még akkor sem, hogyha azok a hibák valóban hibák, lopás, csalás, hazugság, de azt mondja a második timótausi levélben, illetve e levél előzményeként az első Timótausi levél második fejezetében Pálapostól, hogy tartassanak könyörgések minden méltóságban levőkért hogy csendes és nyugalmas életet folytathassunk, dolgainknak utána láthassunk, milyen gyakorlati józan kifejezések ezek. Szóval a szülői tisztelet nem véletlenül lesz a tíz parancsat, ötödik parancsolat, hogy tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át tenéked, és mondom, nem csak a vér szerinti szülők tartoznak e parancsolat hatája alá, hanem minden nálunk idősebb ember iránti tisztelet is, és minden tisztségben levő, akár egyházi, akár állami, önkormányzati tisztséget viselő ember iránti tisztelet is. Mert a tisztelet után, mondja Pálapostól, a tisztelet kivész az emberekből, de kivész a hála is. A hála alacsonyan fokozat, mint a tisztelet. A tisztelet az valakit tisztelni. A hála az valamit tisztelni, vagyis hát megköszönni sok jót, amivel elhalmoz bennünket Isten, embertársainkon keresztül, szüleinken, nevelőinken, munkatársainkon, egyáltalán embertársainkon keresztül. A hála, ha nincs tisztelet és nincs hálát, akkor tisztátalanság van. Akkor egy olyan erkölcsi tisztátalan állapot áll be, amire azt mondják az emberek, hogy milyen mocskos ez a világ. Milyen ordenári módon beszélnek az emberek. Milyen félelmetes lábvilágba ereszkedünk alá. Ezek után már csak azt mondhatja, hogy szeretet nélkül valók. De hogyha nincs szeretet a világban, szeretetnek egyik jelképe a Bibliában a só, és hogyha nincs mivel megsózni az ételt, meg eszed, ízlik, de hogyha a só megizetlenül, akkor mivel pótoljuk? Már Hósás próféta azt mondta, évszázadokkal, pálapostól előtt, csak nem nyolc évszázaddal előtte élt ez a nagyon hányatott, nagyon különös sorsú próféta, hogy azért nincs szeretet, mert nincs igazság, és azért nincs igazság, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Így kezdi könyvében a negyedik fejezeted félelmetes fejezet különben a világunk állapotáról, ami aztán eljut a madarak, az állatok kiveszéséig és a növényvilág megrendüléséig is, mert az ember bűne következtében az egész föld lakhatatlanná válik. Ilyen földön kell ma is helytállnunk, akik Krisztus tanítványai szeretnénk lenni. Mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. E proféciák hátterén ez legyen mai elkötelezettségünk és mai elhatározásunk is. Az emberek lesznek kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, Kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Pálapostól e kifejezések felsorakoztatásával folytatja a második Timótaus levél harmadik fejezetében, éppen a harmadik vers második részét olvastam fel, hogy mi következik a gyakorlatban abból, hogy az emberek önzők tehát magukat szeretők, ahogy fordítja Károlyi Gáspár, hogy pénsóvárgók, hogy kevélyek, hogy káromkodók, hogy szülei iránt tiszteletlenek, hogy hálátlanok, hogy tisztátalanok, hogy szeretet nélkül valók. Hát ezután jönnek a legfélelmetesebb cselekedetek, tehát azt mondja itt Pálapostól, hogy az emberek kérlelhetetlenek lesznek, hajthatatlanok lesznek, mint a kút, ahogy őrzi a hidegségét, mondta Jeremiás próféta. Nem lehet felmelegíteni az embereket. Hiába mondja a fiatal 17 éves József Attila vers, hogy fölmelegednének az emberek, hát ezért rakjunk, ó, egy nagy tüzet kéne rakni, mert hideg, zúzmarás, kegyetlen a világ. Az ember embernek farkasa. Az ember gyönyörködik abban, hogy a másik ember tönkre teszi. Az ember szemtelenül csinálja meg a legnagyobb gazemberségeket is, és nem csak az utonálló bűnözök világát éljük, hanem a, hogy szokták mondani, a fehér inges nyakkendős bűnözők világát, és rágalmazók. Hát, hogy beszélnek az emberek? hogy rögtön minden mocskot a másikra öntenek. A rágalmazás azért sátáni dolog, mert tulajdonképpen aki a másikat rágalmazza, az örül annak, hogy a másik mi rosszat tett, és azonosítja egy vagy több rossz dolgával magát azt az embert, ami gyökerében igazságtalan. Mert ha minket is azonosítottak volna az életünkben, hát hányszor követtünk el rosszul, tehát már nem lennénk életben. Milyen félelmetes dolog ez a rágalmazás, és mennyire benne van az életben és a világunkban. Pedig Jézus Krisztus nem mert kárhoztató ítéletet mondani sátánra, hogy Júdás levelében olvassuk. Micsoda kifejezés, hogy Jézus a Karesz halála előtt, amikor Mózes feltámasztotta, nem mert kárhoztató ítéletet mondani sátánra. A kárhoztató ítéletét a Golgotai áldozatával tette meg az megítéli minden nap sátánt, hiszen sátán nem adta az életét az emberiségért, sátán mindent el akar venni az embertől, Jézus meg az isteni életét odaáldozta mindannyunkért. Rágalmazók mértéktelenek. A mértéktelenségre Jézus egy különleges proféciájában is felhívta a figyelmet, amit majd Lukács evangéliumában csak hamar föl fogunk lapozni, mert ez is egy látlelet a 400 jövendőlés közül, ez is egyik jövendőlés a mi világunkról, hogy mértéktelen a világunk, dobzódik élvezetekben, javakban, el is dobja a dolgokat, hiszen európai és amerikai emberek 10-20-30 százalékát még a megfőtt ételeknek is kidobják, miközben naponta több mint 50 ezer gyerek hal meg éhen Dél-Amerikától, Afrikán Ázsiáig, akiknek egy szelet kenyér nem jut a szájukba naponta. Az emberek mégis mértéktelenek mértékletlenek, kegyetlenek, kegyetlenek. A kegyetlenség, az emberi kegyetlenség. Hány és hány embertől hallottam az elmúlt években, hogy hát már nem itt kellene tartanunk, hát annyi háborút, világháborút átéltünk, és így lebombázni városokat, így földdel egyenlővé tenni lakhelyeket. Micsoda kegyetlenség ez, micsoda háborús bűnök ezek, de hát, ahogy a gonoszság megsukasodik, hogy mondja a költőnk Petőfi Sándor, az emberek csak vállat rántanak a rosszra. Ez a borzalmas dolog, hogy a rossz elterjedésével nem csak, minős, nem csak mennyiségileg, de minőségileg is megváltozik az élet. És minőségileg megváltozó életen azt értem, hogy lelkileg az emberek kifordultak lesznek. De vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy ha Noé nyolcad magával megért egy csak nem egymilliárdos emberiség közepet, és ő igaznak találtatott az Úr előtt, egy nyolc milliárdos emberiség közepet is lehet igaz módon élni, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít hogy Jézus tanácsolta, óvakodjunk az emberektől. Mert csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy Jeremiás könyve 17. fejezetében olvassuk. De élhetünk Krisztus szerint, őszintén, egyenesen, boldogan, még egy teljesen elvetemült világban is. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepett, ki között fényletek, mint csillagok-e világon, életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába római börtönéből ezeket a szavakat üzente Pál a Filippi Levél második fejezet 14., 15., 16. verse szerint egy kedves város lakosainak, illetve keresztény közösségének, Filippi távol Rómától, római veteránok letelebetési helye volt, és egy csöndes, nyugodt városnak látszott, mint ma is vannak olyan országok, mint Svájc, vagy olyan városok, fürdőhelyek, vagy üdülővárosok, amelyek olyan nyugalmasnak látszanak bizonyára egy-két évtizedre, vagy legfejebb évszázadra a történelem sodró menetében. És azt mondja itt Pálapostól, hogy milyen világban is élünk. Hadd idézzem fel még egyszer, a világ, amelyben élünk, az elfordult és elvetemedett nemzetségek világa. Sarkaiból kifordult az élet, elvetemedett az élet. És egy ilyen világban nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát majd fussunk együtt a farkasokkal. Esetleg ne harapjunk a másikba akkorát, mint a farkasok, de hogy belénk ne harapjanak, Hát tegyük a látszatát annak, hogy mi is azért a nagy árral úszunk. A szegény édesapám szokta mondani a 60 években, hogy a tömeg ellen semmit ne tégy, fiam, mert hát az elsodor, az erős. Az egyik legfontosabb dolog, amit fölül kellett bírálnom édesapám tanácsaiból, hogy a tömeg a leggyengébb láncszom, a tömeg le soha nem lehet hagyatkozni. Szenekan olyan tökéletesen mondta, hogy elveszel akkor, hogyha a tömegre hagyatkozol, hát elfordult és elvetemedett nemzetségek közegében élsz. Ne a tömeg töltet függővi a gondolkodásodat, értékítéletedet, hanem Élet beszéde lehet a kezedben, itt van a Biblia beszéde a kezünkben, ezt tartsuk az embertársaink elé, erre hivatkozunk, persze csak akkor tudunk erre hivatkozni, ha magunk is asszimiláltuk ezt, vérünké lett minden, ami a Bibliában bennünket megszólított, Hagyjuk minden nap megszólítani magunkat a Bibliától, és más emberek leszünk, más gondolkozású, de más jellemű, más cselekedetekkel erőrukkoló emberek, akik mint csillagok fénylenek. Milyen gyönyörű ez a hasonlat, ugye a csillagok régen mutatták az utat, mutatták, tájékozódási pontok voltak, egy hívő ember élete legyen tájékozódási pont, hogy így is lehet élni, mint egy vidéki város gimnáziumába egyszer bement egy nagy vállalkozó, és a kis igazgató asszony elé állt, és rám hivatkozva azt mondta, hogy miféle előadókat enged meg, hogy bejöjjenek ebbe a gimnáziumba, szeretetről beszél, igazságról beszél. Hát én életre akarom nevelni a gyerekemet, a kis igazgató asszony kiúzta magát, és azt mondta a vállalkozónak, hát uram, mi is életre akarjuk nevelni a gyermekét, csak más életre. Mindig kétféle választásunk van. Választhatjuk a haramják életét, a farkasok életét, választhatjuk az elfordult és elvetemedett nemzetségek életét, szabad emberek vagyunk, de választhatjuk a jó életet, hogy Platón mondta nagyon bölcsen, hogy nem az élet a legnagyobb érték, hanem a jó élet. Mi választhatjuk a jó életet. E mai napon is mindeneket, hogy mondta Pál, zúgolódások és versengések nélkül egyetek magáért a jóért tegyétek a jót. Zúgolódás versengés nélkül boldog ember az, aki nem károztatja magát abban, aki, amit helyesel. Olvassuk a Római Levél 14. fejezetében, és éljünk olyan életet, hogy mások számára világító csillag lehessünk ebben a sötét és elvetemült világban. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Dániel könyve 12. fejezet első versét olvastam, erre a versem megy vissza mindaz, amit eddig e hónapban Jézustól, Máté 24. fejezete szerint pálapostól, a második Timóteus levél harmadik fejezete, vagy a Filippi levél második fejezete szerint felidéztünk. Az elmúlt néhány napban, amiről csak szóltunk, annak a gyökere mindez, hogy az utolsó napokban kegyetlen, nehéz idők állanak be, és és olyan világ képe rajzolódik elénk, amelyre Dániel proféta 2600 évvel ezelőtt azt mondta, hogy nyomorúságos idő lesz. Kívül is nyomorúság az emberek háborúznak, amit építenek, azt lerombolják, csalnak lopnak, hazudnak. Ami még van épp rész a társadalomban azt is elpusztítják, de belül is nyomorúságos idő lesz. Mert hogyan is mondta Freud száz évvel ezelőtt, már több mint száz évvel ezelőtt, hogy aki nem agresszív, az depresszív lesz. És az agresszív és depresszív emberek világába érkeztünk. Az az arany középút, az a keskeny út, amelyről Jézus beszél amelyen őt követve élhetünk. A Mihály útja, a ki olyan, mint Isten, mert a Mihály ennyit jelent, ki olyan, mint Isten. Ötször fordul elő ez a név a Bibliában, mindig Jézus Krisztus jelképes neve, és ő föl fog kélni, föl fog kelni. Ő nem hagyja, hogy így menjen az élet. Már az utóbbi évszázadban, sőt a legutóbbi egy-két évtizedben elég borzalmas jelleget öltött az élet. Sokan felsóhajtanak, meddig, meddig tart még ez a borzalom, és milyen mélységeket kell megérni, milyen sötétség lesz még az emberiség történelmében, ami nem csak a külső sötétséget jelenti, hanem főleg a belső sötétséget, hogy az emberek gondolkodása elsötétül, mert egyáltalán nem is gondolkodnak. Olyanok lesznek, mint egy fadarab, lényegileg a hatalmasok és a sorsnak nevezett élet kényszerű ide-oda dobálása viszi őket. És a belső élet elsötétülése az emberi erőszakosság, agresszivitás, az emberi rossz gondolatok. Fel kell vérteznünk minden napunk kezdetén, hogy visszanyerjük öntudatunkat, megköszönjük Istennek, hogy újra fölébresztett, és hálát adunk azért, hogy újra kérhetjük a segítségét, a jelenlétét egész napunkban, mert hát csak egy nap van a birtokunkban, mindig egy-egy nap van a birtokunkban. Jézus fel fog kelni, eljön a népért, megszabadítja a népét, akik nyögnek és sóhajtoznak a városban található utálatosságok miatt, hogy ezékel profét a könyve 9. fejezetében olvassuk. Aki csak nyög és sóhajtoz, hogy milyen világ ez, ez a világ nem az én világom, csak a testem kényszere, mondja Pilinszki János a 20. század közepének és már akkor kialakuló, ma tapasztalható borzalmas világ állapotának megéneklője. Igen, ezzel a reménységgel kezdjük a mai napot, hogyha nyomorúságos idő lesz, és egyre inkább megyünk előre a nyomorúságban, de vessük tekintetünket arra, hogy van ilyen ígéretünk, hogy felkél a mi fejedelmünk, aki eljött, hogy az életét adja értünk, majd eljön nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy magához emelje mindazokat, akik hittek benne, akik szolgálták őt, akik őszinte szívvel, kegyelemből élve, bemutatták a kegyelmet minden más, mert mindenki kegyelemre szoruló embertársunknak ez mozgasson mai napunkon is. Kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt, mert ime sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ézsaiás próféta könyve 60. fejezet első két versével szeretnék jó reggelt kívánni mindenkinek kelj fel, világosodjál, hát a kelj fel, hogy minden nap újra kezdjük az életet, de belülről világosodjunk meg, a belső világosság, amire szüksége van a világnak, amit Vörös Sándor is csodálatos kis protohómó versében megénekelt, hogy az ember még nem ember, csak hadonászó, veszélyes kamasz, az ember akkor lesz ember, ha mélyéig átvilágítja magát, és az így nyert világosságból környezetére is sugarat bocsát kelj fel, világosodjál. Az embereknek világosságra van szükségük, mint az éltető napfényre van szüksége növénynek, állatnak és embernek egyaránt. De az embereknek is a legfőbb szükségletük a külső, de a belső világosság is, és azután persze az erő, hogy a felismert világosság szerint tudjunk élni. Milyen hatalmas kijelentés az Ézsajásét! de mikor sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, és felhangzik majd a kérdés is, hogy meddig még az éjszaka, ugyane proféta részéről. És Jézus válasza a tíz szűz példázatában, hogy a sötétség éjféli órájában, tehát Isten engedi a sötétséget. Engedi elhatalmasodni a sötétséget. Egyre nagyobb lesz a sötétség és a mélység. Az éjszaka órájában, éjfélkor szól majd a hangos kiáltás, hogy imhol a bőlegény, jöjjetek elébe. És arra a napra a tíz szűz közül az okos szüzek közé kell számlátatnunk. Mi is különböztette meg az okos szüzeket a balga szüzektől? Hogy az okos szüzeknek volt tartalék olajuk. Amikor már kifogyott az olaj a balga szüzek mécseséből, és elszaladtak az olajárusító helyre, közben megjön a megváltó, siába dörömbölnek az ajtón, nem ismerlek titeket, fájdalmas Jézusnak a kijelentése. Nem ismeri azokat, akik nem készülnek az ő napjára. Nem ismeri azokat, akik kereszténynek mondják magukat, de nem kutatják a próféciákat, nem veszik komolyan Jézus kijelentéseit, meg a Bibliának azt a 400 kijelentését, amit a mikorunkra nézve Jézus. Az apostolok, de már előttük is a proféták tettek. Hát akik nem készülnek Jézus napjára, azoknak Jézus azt mondja, nem azt mondja, hogy soha nem ismertelek, azt csak a Máté 7. fejezetében a hamis tanítóknak, a hamis profétáknak mondja, itt igaz, egykori igaz keresztényeknek mondja, hogy nem ismerlek titeket. Kiket nem ismer Jézus? akik nem gyűjtenek a szentélekkel együtt tapasztalatokat, ugye az olaj a szentélek jelképe, akiknek nincs tartalék olajuk, akik nem élnek Istennel együtt ebben a világban, úgy gondolják, hogy magukban is meg tudnak élni a maguk bölcsessége, a maguk értelme szerint sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Vár remegve a nép, Vár tétován a nép, remegve bölcse, mondta Arany János az 1860-as évek elején, a nép mindig remeg és várja, hogy mi lesz, mi lesz. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, és a népek vezetői, az értelmiség, a sokókos ember, vár tétován a nép, remegve bölcse, mindig belém jajdul ez a két sor Arany János magányban című verséből, és megkérdezem, hogy ki a szánalomra méltóbb a népek, vagy a népek vezetői, vagy értelmiségi észosztói, ők remegnek? Hát mitől félnek, hogy kevesebb pénzük lesz, hogy elveszítik az állásukat? Hogy valami olyasmit mondanak, ami majd se a vezetőknek nem tetszik, vagy még kevésbé a népnek? de az igazságot ki kell mondani, és az igazságot az fogja kimondani, aki az Istentől nyert világosságot közvetíti majd az embereknek, az emberiségnek. Kelj fel, világosodjál, serkeny fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus, hogy az Efézus levél 5. fejezetében szinte ézsajást folytatva, pálapostól, Ézsajás prófétával együtt ma nekünk ezt üzeni. És népek jönnek világosságothoz, és királyok a néket feltámadt fényességhez. Ézsajás könyve tegnap már idézett hatvanadik fejezet, tegnap az első kettő versét szólaltattam meg, most a harmadik versét idézem hogyha majd megszólal az igazi prófétai beszéd, ha lesznek látók, és nem vakmerők, bátor emberek, akik nem csak vezetők, de széles nép rétegek elé is oda állítják Isten szabát, akkor majd népek jönnek világosságothoz, és királyok, ugye királyok mindig a népek vezetőit ma úgy mondanánk politikai vezetők, vagy a politikai vezetők mellett a nép bírái, vagy a nép vallási vezetői. A próféták általában egy három vezető embercsoportra nézve tettek kijelentéseket, rövidesen ezeket is szeretném megismertetni, mert ezek is Krisztusi lelkülettel mondták el a politikusokról, a bírákról és a papokról, a főpapokról azt, amit Isten üzent, egy Mikásnak, egy Sofóniásnak, és amit Jézus Krisztus is kinyilatkoztatott, mert az ő jaj mondásai Máté Evangeliuma 23. fejezetében a legfélelmetesebb kijelentések a népek erkölcsi vallási vezetőiről, és azok hitehagyásáról. De olyan vigasztaló igével ébredjünk ma, mint ami ez a vers. Hogy népek jönnek a világosságothoz, és királyok a néket feltámadt fényességhez. Mert ha valami világosság, valami őszinte beszéd szólal meg, higgyük el, hogy az majd megmozgatja a, még az ezékeli csontmező, ezékel könyve 37. fejezetében olvasható csontmező látomásban ábrázolt szinte halotti állapotban levő emberek is meg fognak mozdulni, ha csak egyetlen egy szót, igaz szót, ha csak egyetlen egy tiszta, igaz mondatot, kijelentést hallanak, soha nem felejtem el kedves professzorom biztatását, hogy az egyetemet elvégezvé nagyon korán a az országjárása és ismeret terjesztése adtam a fejemet, ő azt mondta, hogy figyelje meg János, ha két értelmes mód, mondatot mond majd az embereknek, akkor nagyon hálásak lesznek magának. Igen, ezt tapasztaltam, hogy amikor sikerült megszólaltatni a Biblia egy-egy tiszta kijelentését, világos, egyértelmű tanítását, az emberek mint egy felébredtek a kábult állapotú, mint egy fölocsúttak. Előttem vannak arcok, hogy kivirágoztak, hogy kinyíltak. Hogy az előadás végén szinte már azt mondták, hogy hát ez volt egy vagy másfél órát, hát még, még mondjon többet is, mert nélkülözték az igaz beszédet. Mert mellébeszélés az élet. Mert koholó beszédek sokasága az élet, pedig népek jönnének a világosságunkhoz, a keresztény világossághoz, és királyok, politikusok, országvezetők a, a bennünk, az általunk feltámadt fényességhez, mert Isten a tisztaságnak, a világosságnak az Istene. De ha mi nem világosságban járunk, és nem a világ világosságát, Krisztust közvetítjük, akkor csodálkozunk, hogy az ilyen mellébeszélésekre már mindenki csak legyít, és azt mondja, hogy ezek kegyes, kiváló szólamok, de ebből nem lehet élni. Jézus nem úgy tanította az emberek, mint az írás tudók. Jézus úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van az emberi szíven. A hegyi beszéd elmondása után Máté ezeket a mondatokat jegyzi meg, Jézus beszéde más volt, és ha Jézus beszédeivel és egyáltalán a bibliai beszédekkel táplálkozunk, a mi beszédünk, a mi jellemünk, a mi magatartásunk is más lesz, és majd népek jönnek ehhez a világossághoz, és királyok az általat feltámadt fényességhez. Ez legyen a mai napi serkentő igénk is elveszett e földről a kegyes, az Isten férő ember, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadásza az ő atya fiát. Gonosságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez, a fejedelem követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Mikás könyve hetedik fejezetéből a második és harmadik verseket idéztem. Mikás könyve, mint a Biblia többi 65 könyve, rendkívüli irat, amit ő elmond az időszámításunk előtti 8.-7. század fordulóján, ahogy a mondásai beteljesedtek, egyrészt itt ebben a könyben van profécia Jézus születéséről, hogy ő majd Betlehembe fog megszületni az ötödik fejezet első versében. E könyvben van profécia arról is, hogy a Siont erdős hegyé fogják tenni, fölszántani a barkokba felkerés 132-135 időszámításunk szerinti idejéről, de a mi történelmünk, amelyben mi most élünk, az emberi történelm végnapjairól is lehetne ennél tökéletesebben beszélni, hogy a vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Arany Jánost idézem, de Arany János is valonnan innen vette a Gondolatok a Béke Kongresszus felőtt versében 1850-ben ilyet írt le már Arany János, hogy mikor a munka és a vagyon egymástól messziesnek, esnek, s a tökérevi csalást mondhatni rendszeresnek, szóval a gonoszságba tökéleteset alkot az ember az emberiség. Ezt mondja el Mikás. Azt mondja el Mikás, hogy a gonoszságra készek a kezek, és jól kifundálják, mit fognak csinálni, és egyik hazugsága a másikat éri, és hogy Dostoyevsky leírta a naplójában a hazugságot, a hazugság menti, hogy amikor már nem elég a kis hazugság, jön a nagyobb, aztán a még nagyobb, mert az embereket mindig a nagy hazugsággal lehet levenni a lábukról, azt föl nem tételeznék egyszerű hétköznapi emberek, hogy ilyen nagy hazugságot is lehet lódítani. Hát valamikor az 1920-as években az egész világot és mintegy 60 millió embert a sírba vivő diktátor írta le ezt a művében, hogy az az igazi politikus, aki nagyot hazudik, mert a kis hazugságokat könnyen leleplezik az emberek, de a nagy hazugságokról föl sem merik tételezni, hogy ember egyáltalán kimondhat ilyet, hát az biztos igazság, amit kimond. És Mikás ezért megjegyzi, hogy a fejedelem követelődik a politikusok korrupciója fejétől bűzlik a hal, mert ha nekik szabad, ez aztán végig szalad az egész társadalmon, és mindenki hazudik, csal, lop, és akkor azt mondják, hogy hát, hát a korrupció nem fékezhető meg, az mindenhol van. Igen, a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Felháborodom tehát vagyok, mondta egy magyar értelmiségi a két világháború között. Ha már nem felháborodunk a gonoszságra, amikor már ilyen nyugodt, szemtelen, közönnyel beszélünk, hogy a korrupció, hát az most 10 százalék, 20 vagy 30, amikor nem ítéljük el a rosszat, a rossz kényelmesen utat magának, és elönti az ebbe a vájadba beengedett mocsok az egész társadalmat. Na de nézzük, mit mond Mikás, hogy a bíró, mit csinál a bíró? A bíró fizetésre vár. A bírók is lefizethetők? Hát valaki nem azért megy el az igazságszolgáltatásba, hogy igazságot szolgáltasson? de annyira áthatja az egész társadalmat a romlás, mint az elüszkösödött fát, már nincs éprész. Implantáljunk igazi bírókat? Honnan a marsról? Amikor már Deák Ferenc 150 éve azt mondta, hogy igazság a mennyben, jog a földön, van jogszolgáltatás, ami már nem hasonlít az igazságszolgáltatásra? 2700 évvel ezelőtt Isten lelke kinyilatkoztatta Mikás prófétának a világot, amelyben élünk. De ez a hetedik fejezet majd egy alkalmas pontján ezzel folytatódik: Én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Látnunk kell a világot de még inkább erőt kell kérnünk Istentől ahhoz, hogy ez embertelen világban megőrizzük, sőt tovább is építsük az emberséget. Ehhez kívánok már a sok erőt. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az este járó farkasok nem hagynak reggelre a csonton profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertéztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Sofóniás próféta könyve harmadik fejezetéből a harmadik és negyedik verseket olvastam fel, 2600 évvel ezelőtti jövendőlés korunkról szinte megelevenedik előttünk a mai kor, három főember rétegével. A fejedelem vagy király a Bibliában jelképesen mindig az országok vezetőit, ma úgy mondanánk, hogy politikusok. A politikusi rétegre azt mondja itt a próféta, hogy a fejedelmek olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Tehát vakmerők, kegyetlenek, kihasználják a tisztségük adta előnyöket, nem szolgálják az embereket, hanem megkopasztják az embereket, népüket is, az emberiséget is. A legnagyobb baj, hogy önmagukat is, mert hát ez emberre nem hasonlító lényeket ugyan minek nevezzük. Ordító rosszánoknak nevezi őket a próféta. Jönnek a bírák. A bírákat minek nevezi sofóniás? A bírák olyanok, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. A tegnapi égében is megdöbbenhettünk, hogy mit mond a föld bíráiról, hova jut az igazságszolgáltatás. Egyáltalán, hogyha ezt szóba is hozzuk, hogy nézzük csak az ügyészségtől, a bíróságokon át, az egész igazság szolgáltatási rendszer, egészen a felszámoló biztosikig, vagy a végrehajtókig. Jaj, hát az emberiség szégyenéhez érünk, hogy ember embert úgy megkopaszt, tényleg, hogy reggelre semmit nem hagy a csonton. Nem akarom magyarázni ezeket a kijelentéseket. Ha valaki nem ismerte ezeket a 2600 évvel ezelőtt leírt sorokat, hát olvassa el. Olvassa el Mikál Sofóniás könyvének pillanatkép proféciáit, amit egy pillanat erejig megvilágítják a mi korunkat, és a mi korunk érzékeny embercsoportjait. De nézzük a harmadikat. Profétái, hivalkodók, hitető férfiakat, hamis profétáktól hemzseg az egész világ, okkultizmust hirdetnek, hamis kereszténységet hirdetnek, lefizetett emberek, megvett emberek, hogy Petőfi mondja az apostol elején, a kibérlet lelki ismeret emberei. De itt ebben a csoportban nem csak a hamis profétákat jelöli, meg sofóniás papjai megfertéztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen, hát megváltoztatják Isten törvényét. Hát a tíz parancsolatot sehol nem úgy tanítják, ahogy a Bibliában írva van. A második parancsolatot törlik, Isten szavát törölni. Isten újjával leírt parancsolatot, a második parancsolatot, mint egy kivágni, kidobni a tíz parancsolatból, évszázados fejlemény a negyedik parancsot eltorzítani, átírni, átszövegezni, ugyan melyik állam fogadná el, hogyha jönne egy állampolgár, hogy most ezt meg azt a, mondjuk a magyar alaptörvénynek ezt meg azt a cikkejét átírom. Vajon megengednék? És hogy meg legyen a tíz parancsat mert a formának meg kell lennie, tehát a kilencre szűkült ö, parancsolat, utolsó parancsolatát vágjuk ketté, és akkor ne nekívánt, ne ugyan semmi értelem nincs benne, hogy két parancsolatban van ez, hogy nekívánd Három helyen erőszakot tettek a törvényen, nem ma. És nem a bolsevikok, nem is a jakobinusok, hanem valamikor a középkorban azok, akik Krisztus nevében torzították el Krisztus tanításait és a Biblia igéit de hát az antikrisztusi hatalomra nem kell várni. Az antikrisztusi hatalom 1700 éve itt van már, és senki nem veszi észre, hogy hol torzították el az Isten törvényét. Netán nem is ismerjük még a tíz parancsolatot sem, amit nemrég egy miniszterünk olyan bölcsen azt mondta, hogy ha ismernék a tíz parancsolatot, hát vegyük a fáradtságot, legalább most sofóniás felkérésére hogy ne csak elolvassuk a tíz parancsatot, de meg is jegyezzük, netán el se felejtsük, netán meg is tanulhatjuk. És akkor talán betöltjük Jézusnak azt a kijelentését, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. A mai nap is ebben jeleskedjünk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban Nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek, magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káronkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztáltalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került. A második Timóteusi levél, harmadik fejezet, első öt versét most egy végtében felolvastam. Néhány részletével foglalkoztunk az előző napokban, hogy micsoda világállapotok állnak be. Az emberi történelemben történészek, tanárok, akik magyarázzák a történelmet, kevésszer fordította gondot arra, hogy az erkölcsök milyen szinten álltak vagy állnak. Beszélnek a harcászati tevékenységről, országok hódításáról. Pedig hódítani csak gyávákat lehet, mondja Petőfi híres versében, az ember címűben. Beszélnek gazdasági fejlődésről, a társadalomnak az átrétegződéseiről. De mikor beszélünk komoly formában arról, hogy például a technikai vívmányok milyen erkölcsi problémákat vetnek fel? Például ez a sok tárgy, ez az eltárgyasult világ, mennyire türelmetlenné teszi az embereket, függőhelyzetbe hozza az embereket, mennyire többre becsülik a tárgyakat, mint magát az embert. Pálapostól Isten lelke késztetésére felsorolja a mi korunknak legjellegzetesebb erkölcsi tüneteit. Jó ezekben elmélyedni, jó persze egyszerre felolvasva eljutni a végig, mert mi van a végső ponton? Hogy az emberek, akik magukból kivetkőznek, az emberek, akiknek a világában a gonosság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, ahogy Jézus ezt összefoglalta egy rövid mondatban, az emberek mégis megjátszák, mint hogyha Isten hívők lennének. Mert Pálapostól mivel fejezi be ezt a gondolatmenetet? Akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát a látszat vallásosság, mert sátáne világ fejedelme mindig ezt veszi elő, hogyha nagy tömegeket akar megszédíteni. Mindig Istenre hivatkozik, Krisztusra hivatkozik, a vallásra hivatkozik. És akik nem veszik a fáradtságot, hogy Isten szavát megismerjék, hogy Krisztus tanításait elsajátítsák és gyakorolják, hát azok beveszik ezeket a dolgokat. És azok elkezdenek járni templomba, gyülekezetbe, elviszik gyerekeiket, unokáikat keresztelőre, vagy éppen házasságkötésre, és úgy gondolják, hogy akiknél megvan a kegyesség látszata, azok már vallásos emberek is, a külső vallásosság eluralkodása, mi korunkban, de megtagadják annak erejét. Hát nem tapasztalják Isten jelenlétének erejét, mert azért tévejektek, mert nem ismerik az írásokat sem Istennek hatalmát, mondja Márk 12.24 szerint maga Jézus Krisztus, Mit ér az olyan vallásosság, ami csak formális? Mit ér az olyan vallásosság, amely csak szervezetekhez, intézményekhez, ünnepekhez való kötődés, jelzése? De nem a hétköznapokban járja át a kovászatésztát. És Pál még azt is hozzáteszi, hogy ezeket került, kerüld a formális vallásosságot, kerüld a látszat látszatvallásosságot. Kerüld az ájtatoskodó kereteljes futamokat, szövegeket, igehirdetéseket, és egyáltalán ezt az istentelen, de az Isten nevét segítségül hívó és abba beleöltöző vallásosságot, ezeket került. Ez mai, de egész életre való programnak se csekély. Mert ha a rosszat elkerüljük, talán már út nyílik a jóra. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett aranyal, drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva Titok, a nagy babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja és láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyság tevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt. Ezt látta Jézus Krisztus bemutatásában János Apostol Pátmos szigetén a jelenések könyve 17. fejezet harmadik versétől a hatodikig szóló versekben. Egy parázna asszony ül a világon. Az egész világ fölött egy parázna asszony az Úr. A Bibliában az asszony az egyház jelképe, a tiszta asszony, a Krisztushoz, mint vőlegényhez ragaszkodó szűz, a tiszta, az igaz, a Biblián alapuló egyház jelképe. De a parázna asszony, amely összeszűri a levet a föld, politikusaival, mert a király mindig politikus jelent a próféciákban, azok a vallások, azok az egyházak, amelyek állami segédlettel, politikai pártokat kiszolgálva élnek, hát ezek egy olyan serleget nyújt ez az asszony a föld lakosainak, hogy leítassa őket, ami tele van utálatossággal és mindenféle gonossággal, és érdekes, hogy az emberek nem veszik észre, mert hát akik inni akarnak, elbódulni akarnak, lerészegedni akarnak, foglalkozni is azzal, hogy mi van abban a serlegben, a föld királya is velük tartanak. És azok a parázna lányok is, akik a bordéháznak a alkalmazottai, ez kitűnik az eredeti görög szövegből, ahol nőnemben van az, hogy a paráznák, parázna lányokat lehetne inkább fordítani. Tehát van egy fő parázna, és a fő a madámnak vannak parázna lányai. Tehát akiket megfizet, és akiket megfizetnek. És János Apostol megdöbben, és csod, nagy csodálkozással csodálkozik, hogy a Föld végső történelmi időszakában, a hamis kereszténység, más hamis vallásokkal, babonákat, okult jelenségeket, magukkal, görgető egyházakkal lép karő szövetségre is, és ezek uralják a világot, és a politika, amely már nem áll meg a saját lábán, hiszen egyházi segédletre szorul, mert már az emberek, az emberek előtt annyira lejáratták magukat a politikusok, hogy senki nem hisz nekik, vagy, négy-öt évenként serélődnek, de az egyházak nem azok biztos kifutást engednek e gonoszságoknak. Ezt mutatta be Jézus Krisztus szeretett apostolának, a szeretett tanítványnak, Jánosnak, Pátmos szigetén, egyik legmegrázóbb látomásában a jelenéseknek, az apokalipszisnek. És miha megértjük ezt a látomást, akkor minden bizonyal ha Krisztust akarjuk követni, nem ragaszkodunk azokhoz a vezetőkhöz, akik a Biblia más szavait használva elbolondítani akarnak bennünket, akik kegyes látszatokkal, kijelentésekkel le akarják venni az embereket a lábukról. Az ember becsapható lény, de kettőn áll a vásár. Egy dolog, hogy a világ be akar csapni, és más dolog, hogy mi engedjük-e magunkat becsapatni. Egy 18. századi késő latin mondás, hogyha a világ azt akarja, hogy csapjuk be, hát csapjuk be őt. Simundus vuldecipit decipiatur ergo. Ne sorakozzunk a becsapók, de a becsapottak közé sem. Van Bibliánk, van világító fényforrásunk, van olyan igénk, amely biztonságban a keskeny úton, de biztonságban vezet bennünket egészen a célig. Krisztus által kapjuk ezt a világosságot, és Krisztus hív az ő országába, aki a világ világossága. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Máté Evangélium a 23. fejezet 13. versével szeretnék ma reggel is figyelmeztetést közvetíteni az Úrtól. Ez Jézus szava. Jézus a vallási vezetőket nagyon keményen megítélte. Már amikor éjszaka elment hozzá Nikodémus, mert félt nappal mutatkozni Jézus társaságában, neki is elmondta ott a az éjszaka magányában a gecsemáné kertben, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ti tanítjátok az embereket, és úgy tanítjátok, hogy bezárjátok előttük az igaz élet és a mennyek országához vezető utat? És ti sem mentek be, de őket is meg akarjátok akadályozni, mármint azokat, akik emberekre hallgatnak. De miért hallgatunk mi emberekre? Amikor van Istenünk, van Istentől való kinyilatkoztatásunk, Miért földi tekintélyeket követünk? Miért van benne az emberben ez az átkos nem ez a lustaság, ez a szellemi resség, hogy mindig azoktól fogadja el az igazságot, akikre, mint tekintélyekre mások hivatkoznak. Hogy Simonides a nagy görög költő és gondolkodó mondta, az emberek ma fennen hangoztatnak véleményeket, amelyeket tegnap hallottak valakiktől és mára már magukévá is tették őket. Ezért mondta Szókrátész is, hogy az embereknek csak véleményük van, tudásuk nincsen. Már pedig nekünk a Biblia egészséges tudományt akar adni, mert elvész az én népem, ha tudomány nélkül való, olvassuk Hósás profétánál azt az igét, amelyet egyébként Arany János is a tollára tűzött, amikor az a Széchenyi emlékezetét megírta, és ott is feljajdul, hogy elvész az én népem, tudnék a magyar nép, mert tudomány nélkül való, hát ha a magyar népnek nem adjuk kezébe a Bibliát, ha az emberek nem tanulják meg személyesen olvasni, és a Bibliából Isten szavát megérteni, ha az emberek megelégesznek azzal, hogy a Biblia úgysem érthető, Isten szava nem érthető, az emberek szavai meg annyira érthetők. Jól meggondoltuk ezt az állásfoglalásunkat. Isten, ha van, ha létezik, akkor ő értetetlen beszédet nyújtott nekünk. És az emberek, akik körülvesznek bennünket, ők olyan biztos, tiszta, világos, egyértelmű beszédekkel hirdetik, hogy miért is éljünk. Képmutató írás tudók és farizeusok e hatalmas beszédben, a Máté 23. fejezetében feljezett jaj mondásokban Jézus ilyet is mond, hogy, hogy, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Olvassuk már egy előző negyedik versben, mennyire ismétlődő dolog, hogy az embereket parancsolatokkal, törvényekkel, szokásokkal, tradíciókkal, hagyományokkal jól körbebástyázni, de Isten szavához soha ne érjenek el. Isten szavára mindig csak mondják azt, hogy az nehéz és érthetetlen. Csukják be a Bibliát, tegyék fel a porcra, és ne foglalkozzanak vele. Hát elvégre elég az, amit egy tekintély mond, elég az, amit egy ember mond. Ő az egész életét erre szánt, hogy ezt tanulja. Én úgyse tudom őt utolérni. Én hiszek neki, én nem vagyok bizalmatlan ember emberekbe soha nem lehet megbízni, illetve úgy lehet megbízni, hogyha Isten szavátból utána járunk, hogy igazságot mondtak-e, mint a ma nemesebb béreabeliek, akik meghallgatták Pál apostolt az apostolok cselekedetei 17. fejezete szerint, de amikor elment a apostol, akkor ők naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, legyen számodra a mai nap is az erre való felhívás, a személyes bibliaolvasásra és ellenőrzésére annak, hogy amit mond tekinté vagy egyház, úgy van-e az? Ehhez kívánok kitartást, szellemi éberséget és sok erőt. Jajnéktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megdésmáljátok a mentát, a kaprot, a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. A vak vezérek, akik megszűritek a szunyogot, a tevét pedig lenyelitek. Máté Evangélium a 23. fejezetéből a 23. és 24. verseket idézem, Jézusnak egy hatalmas beszéde ez, élete végén kevéssel a megáldoztatás előtt Jeruzsálemben mondta, a zsidó név vallási székhelyén a vezetőknek, a farizeusoknak, akiket ma mondhatunk jobboldali felfogású embertársainknak és vezetőknek, és a sadduceusoknak, akiket nevezhetünk baloldaliaknak, és az írás tudóknak, tehát a nép értelmiségi rétegének, vezetőinek, vakvezéreknek nevezte őket, akik a szunyogot megszűrik, a tevét pedig lenyelik. Micsoda erős irónia, sőt már szinte gúny, nyilatkozik meg Jézus szavaiban, de ahogy Illés is csak akkor engedte meg az iróniát és a gúnyt, amikor a hamis profétákat és azt a 850 ingyen élő Akáb és Jézabel palotájában ingyen élő Baál és Asera papokat pecsételte meg, bélyegezte meg ezzel, Jézus is csak akkor engedett meg egy ilyen vitriolos gúnyt, amikor az embereket tévútra vezető vallási vezetőkről beszélt. Mert elfordítani az útjelző táblákat, hogy amikor jobbra mennek az emberek, akkor menjenek a bal, a rossz irányba. Mert Isten nevében tévútra vezetni embereket, ez a legnagyobb bűn. Erre már a hegyi beszédben azt mondta Jézus Máté Evangélima ma ötödik fejezete szerint, hogy aki a legkisebbet megrontja az Isten parancsolatai közül, a mennyek országában a legutolsónak fogják tartani, most helyes fordítás szerint idézem, és aki így tanítja és félrevezeti az embereket, az Isten értékrendje szerint a leges-legutolsó, nemhogy nem jut be a mennyek országába, de a legnagyobb vétkes, és az emberiség legnagyobb ellensége, aki tudván tudva becsap embereket, és ebbe leli örömét, szinte sátáni hajlandósággal, és ezt a vallás nevében az egyházi keretek között teszi, Micsoda nagy hatalma vagy van. Sátának már jelenése könyve második fejezetében elmondja Jézus, hogy vigyázzatok, mert ő a királyi szégét és a nagy hatalmát az egyházon belül akarja fölállítani. Persze Sátán üldözte az egyházat a kereszténységet az első háromszázadban, de 313-ban, amikor fölajánlotta a békességet, Persze a politikai erőkkel való együttműködést is Nagy Konstantin által. Elkezdődik a hatalmi kereszténység képülés, és tart mind a mai napig, és amit most kívánhatok mindannyiunknak, hogy tartsuk távol magunkat a politikai kereszténységtől, mert annak hazugságai fölhatnak az égig és lesz minden gyűlölséges madárnak tömlött szévé, ahogy a jelenések könyve 18. fejezetében jelképesen mondja, nincs rosszabb az eltorzult kereszténységnél, az ateizmus sem olyan rossz, az Isten tagadása is azt mondja Jézus, hogy bárcsak lennél hideg, hát a legjobb, hogyha forró lennél, de mivel lanymeleg vagy, kifoglak vetni az én számból. Bár csak tagadnád az én, én létemet, bár csak lennél ateista, de gondolkodó ateista, persze szívem szerint bár csak lennél elfogadó, engedelmes, hűséges keresztény, de a nagy melegség, a nem akarok utána járni. Meg amit fent mondanak, azt elfogadom, mert hát az emberi tekintélyeket tisztelni kell. Igen, a Biblia hirdeti a tekintély tiszteletet, de nem a tekintély elvűséget. Tiszteld atyádat és anyádat, és ebbe beletartoznak állami egyházi vezetők is, persze, természetesen. De Jézus ezt a Máté 23. fejezetében található nagybeszédét is azzal kezdte, hogy a farizeusok a Mózes székében ülnek amit mondanak, ha Mózes szerint mondják, azokat megtartsátok, de a cselekedeteiket ne kövessétek. Számunkra is szól Jézus Krisztusnak a figyelmeztetése, akik a végső történelmi időben élünk. És felelvén a főpap mondta ki, az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia mondta néki Jézus, te mondtad. Sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. Máté Evangélium a 26. fejezetéből a 63. és 64. verseket idéztem fel, Jézus először Annás, a régi főpap előtt hallgatták ki, második kihallgatás azonban már Kajafáshoz, az éppen tisztségben levő főpaphoz vezetti. És a kihallgatás végén ez a főpap fölteszi neki a kérdést, hogy te valóban az vagy, akinek mondtad magad itt három és fél évig bejárva az országot, hogy te vagy az élő Istennek fia, a Krisztus, a megígért, megváltó, akiről most már ezt én teszem hozzá, több mint 200 ószövetségi profécia beszél, akinek Betlehembe kell megszületnie Mikás könyve szerint, aki Dániel könyve szerint a 70 év hét után lép fel, majd 27-ben három és fél évig tanít, és 31 usvétján ölik meg, és véget vet ezáltal a véres áldozatoknak és ételáldozatoknak, és még kap három és fél évet a zsidó nép, hogy elfogadja a megváltóját. Tehát Jézus erre a kérdésre, hogy ő, ő az Isten fia, ő a megígért megváltó, csak ennyit mond Kajafásnak, hát te mondtad hogy is tudod, hogy én vagyok, de még hozzátesz valamit. És amit hozzátesz valamit, ez a, ez a kis kijelentés, hogy majd ti, akik engem halára ítéltek, meglátjátok az embernek fiát. Eljönni az ég felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Jézus ezt Dániel könyve 12. fejezet második és harmadik versére nézve ismétli meg, és a jelenése könyve első fejezetében is megismétli majd az ige, hogy lesz egy részleges feltámadás. Jézus második eljövetelekor, ugye Jézus második eljövetel az igazak feltámadásának ideje, egyszeres mind, de lesz majd egy részleges feltámadás is Jézus második eljövetelekor, amikor az ellene különösen sok gonoszságot tevő emberek is egy pillanatra visszakapják az életet Istentől. Például a kajafás is, vagy azok, akik ott halára ítélték, tudván tudva, hogy ő a messiás. És meg fogják látni, hogy akik őt halára ítéltek, az valóban az Isten fia. Mennyire gondoskodott Jézus Krisztus arról, hogy mindenki mindent tudjon. Tudjon akkor is, amikor az életét éli, de hogyha elszalaszt olyan sok lehetőséget, hogy mégsem hoz jó döntést, akkor legyen előtte bizonyság még az is, hogy az igazakkal együtt fog feltámadni. De persze nem, mint az igazak, hogy mennybe mennek majd Jézussal az ezer éves ítélete, hanem ők csak szembesülnek és újra visszahagyatlanak a nemlétbe. Aztán majd az ezer év után újra visszakapják az életüket. De sajnos hiába tesz velük csodát az Isten, akkor sem tudják jóra használni, mert a góg és magok küzdelmében újra sátán zászrajá, gyűlnek, Kajafás, Annás és a többiek, ki tudja még hány ember, aki tudta a vezetők közül, hogy kit ítélnek el. Jézus Krisztusnak ez a nevezetes kijelentése, tehát ne legyen homályos előttünk. Amikor Jézus másodszor eljön, csak az igazak támadnak fel. Mert Jézus második eljövetel egyenlő az igazak feltámadásával. De lesz ugyanakkor egy kis csoport számára egy részleges feltámadás is, amelyről három bibliai fejezet szól, Dániel könyve 12., Máté 26. és jelenése könyve első fejezete, mert Isten Azoknak, akik az ő fia ellen oly sok gonoszságot tettek, és tudván- tudva ítélték halára, nekik újabb bizonyságot szeretne nyújtani. Gondoljuk csak végig Isten hosszú tűrésének és Isten tiszta igazságon alapuló ítéletének mélységét a mai napunkon is. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. János első levele, 5. fejezet, 19. és 20. versével szeretnék jó reggelt kívánni, és egyben súlyos megfontolásokat is a reggeli dicséretünk szövege alapján, hiszen ebben az áll, hogy az egész világ a gonoszságban vesztegel. Rövid kijelentés ez a Bibliában, de hallatlanul pontos, mélységes és megrendítő. Ebben a hónapban arról beszélünk, hogy milyen világban élünk. Ezt idézzük ó és újszövetségi előrejelzések alapján. János Apostol, aki túlélt mindenkit a tanítványok közül, hiszen ő volt a legfiatalabb, már az első század végén látta a kereszténység megrendülését, a világ sorsának egyre szomorúbra fordulását, hiszen a római birodalom hosszúra nyúló, agonizáló, végső évszázadai voltak ezek, az, hogy még a birodalom 476-ig kitartott a nyugati részében, és még ezer évvel később a keletiben, ez semmit sem von le ennek a tételnek az igazságából. János Apostol látta azt, hogy az egész világ a gonoszságban vesztegel, de ugyanígy látta ezt már Bölcs Salamon is, aki ezer évvel ezelőtt leírta, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. A világunk a bűneset óta a gonoszságban veszegel, de a mennyiség minőségbe csap át, mert hogyha egy milliárd ember vesztegel a gonoszságban, mint az özönvíz előtt, ez más képet nyújt, mintha 8 milliárd ember életet tocsóga a gonoszságban, az egész világ a gonoszságban vesztegel. Minden napjainkhoz erőt kell, hogy adjon az, hogy a gonoszság, a sötétség erői ellenére Isten milyen hatalmas erőkkel vonul fel. Mert igen, van a történelmünk látható folyása mögött egy láthatatlan történet, amire ha többször gondolnánk az angyalok munkájára, a jó angyalok munkájára, hogy megakadályozzák a gonosz angyalok tevékenységét, a szent élek munkájára, aki itt van egyedül az isteni személyek közül, a szentélek tartózkodik földünkön, mennyi rossztól visszatartóztatja az életet az angyalok és a szentélek munkája, mennyiszer át kellene gondolnunk, hogy sok rossz van a világon, de mennyi több lenne még, hogyha a fékező erők nem lennének bekapcsolva. De János nem csak ezt a megfontolást ígéri nekünk, hanem azt is, hogy gondoljuk meg, hogy eljött az igaz, eljött Jézus Krisztus, aki egyedül tud értelmet adni az életnek. A te kegyelmet több az életnél, mondta már egyik Zsoltárában Dávid, az életet sokszorosan felülmúlja az, az élet összes kincsét, szépségét, ismeretét, a Jézus Krisztus ismerete, mert ő benne az igazban élhetünk, és ezt János már kimondta első levele negyedik fejezetében, hogy nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. Tehát az egyes ember mindig le tudja győzni nem csak a nemzetének bal sikeres törekvéseit, hanem le tudja győzni az egész világot is, mert a győzelem, ami legyőzte a világot, ami hitünk és hitáltal országokat győztek le, teszi hozzá a másik apostol Pál a írt levél 11. fejezetében. Mai igehünk két része, hogy az, a világ a gonoszságban vesztegel, nem lesz más. A világot nem lehet megváltoztatni, egy nemzetet se lehet, egy város se, egy falut se, egy környezetet se. Nemrég egy kis magyar faluból telefonált valaki nekem, hogy küldjek neki bibliát és kérdeztem, hogy majd el tud beszélgetni a bibliáról másokkal. Azt nem uram, hát akihez átmegyek, kell vinnem egy liter bort, vagy valami szeszt, és azt, ha azt lenyakaljuk, utána már nem lehet normálisan beszélgetni. Egyedül szeretném olvasni a Bibliát, de aki egyedül olvassa a Bibliát, nem csak egy falut, nem csak egy város, nem csak egy megyét, egy országot, a világot le tudja győzni, mert nagyobb, aki bennünk van, mint aki a e világban van a hit csodákra képes, mai napodon is tudatosítsad ezt. És Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki elnehitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Máté evangélium a 24. fejezetéből, a 4. és 5. verseket idéztem. Ebben a hónapban arról beszélünk, hogy mit is mond a Biblia korunkról. És a Biblián belül különösképpen Jézus kijelentéseit vizsgáljuk ami történelmi időszakunkról. Jézus a nagy apokaliptikus beszédét kezdte ezzel a két mondattal. Mind a kettő óvás, figyelmeztetés. Vigyázzátok, hogy valaki, vagyis bárki ember, bárki földi hatalom, vigyázzatok erre, el ne hitessen titeket. Jézus tehát rávilágított arra, hogy történelmünk ebben az időszakában, amelyben mi most élünk, a hitetés lesz a legfő probléma. Mondhatnánk más szóval így is a becsapás tömegeket csapnak be. Úgy is, ahogy jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Persze sokan nem hisznek sátánban, sokan nem hisznek a hitetés erejében, sokan összeesküvés elméleteknek hívják azokat az összefüggéseket, amelyeket néhány ember fölszínre hoz, vagy más dolgokat, amelyeket nem is felszín, kell fölszíre hozni, hát látunk a magunk szemével is, sátán az egész föld kerekségét képes elhitetni. Miért is kell elhitetni? Hogy nem az van, amit látunk. Nem arra mennek a dolgok, amelyre gyanakszunk. Sokkal jobb helyre vezet a történelem útja. Sokkal jobb lesz a jövő, mint amit azt el tudnánk képzelni és az ember mindig jót akar hallani. Hát a holló azt akarja hallani, még ha róka mondja is, hogy szép a hangja. És aztán akkor elkezdi kipróbálni a hangját, és így jut a róka sajt birtokába. Régi történet ez, hogy az ember könnyen becsapható, mert ha hízelegnek nekünk, azt elhisszük. Még akkor is, ha magunk belül tudjuk, hogy teljesen alaptalan a hízelgés. Ha meg valaki netán az igazságot mondja meg nekünk, az akkor is elutasítjuk, ha azt kedvesen, szelíden, tehát megfelelő motorban teszi velünk. Ennyire becsapható az emberi természet. Ennyire nem támaszkodhatunk az emberi természetre. Vigyázzunk az emberi természetre, mondja Jézus. Mert ha az emberi természetet hitáltal nem győzzük le, akkor reggeltől estig becsaphatók vagyunk. De különös kép valamire vigyázzunk, mert ennek az óvásnak van egy második része is, hogy sokan jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek. Különösen erre vigyázzunk, tehát a vallás köntösében megjelenő hitetésre. A vallás tekintetében Ma azt mondják, az emberiség 70-80% a vallásos. Hát ki nem vallásos már, mindenhol csak vallásos emberek vannak. Ki így, ki úgy elfogadja Isten létezését, mint valami távoli Istent, vagy éppen magunkban levő Istent. De ha jobban megnézzük, azt mondhatjuk, ha beszélgetünk a hétköznapokban az embereknek a vallásról, még arról az egyházi tanításról is, amelyben éppen benne vannak, hát egyáltalán nem ismerik. És én sem ismertem 25 évig, pedig sokkal jobb történelmi időszakban nőttem fel a 60-as, 70-es években, és a saját egyházam tanítását nem ismertem akkor, amikor nagyon büszkén vallottam, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítő egyház. Vigyázzunk erre, járjunk utána, és itt a legbiztosabb fogódzónk a Szentírást, mint mindenben. Isten azért adta a Szentírást hogy ne tévejegjünk, hogy nem ismerjük az írásokat, sem Isten hatalmát, ahogy Márk 12. fejezet 24. versében Jézus mondta, és sokszor ismétlem ezt a tanítását, mert Jézus megadta a kulcsot egy mondatban, hogy miért van ennyi sok vallás, miért van ennyi sok egyház, miért van ennyi sok tévegés, mert nem ismerik az írásokat, sem Istennek hatalmát, nem ismerik azokat az írásokat, amelyeket Isten szent lelke ihletett, és amelyekben Jézus elmondja, hogy kiket val igazi egyházának az elmúlt kétezer évben, benne van jelenések könyve első három fejezetében, de szinte senki nem ismeri. Vigyázzunk! hogy senki el ne hitessen bennünket sem ma, se holnap, se életünk egész idejében, hogy elnyerhessük azt az országot, amelyet Jézus készített az ő áldozatával minden jóra törekvő embernek. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég mert nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen, és lesznek éjségek és döghalálok, járványos betegségek és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Máté Evangélium a 24. fejezetéből a 6., 7. és 8. verseket idéztem fel, mert Jézus a nagy apokaliptikus beszédében miután rátért arra, hogy korunknak a legnagyobb veszélye a hitetés, a becsapás, hogy embereket óruknál fogva vezetnek, ki tudja hányféle eszközzel a, a reklámtól a politikai szónoklatokig, vigyázzunk, figyeljünk az ő szavára, figyeljünk Isten szavára, vegyük elő a Szentírást, a Szentírásból mindig pontosabban tájékozódhatunk a tegnap, a ma, de a holnap eseményei felül is, mert a Szentírásban van olyan ígéret, hogy Jézus nem hagyja magára a követőit, minden napon veletek leszek a világ végezetéig. És ez be is váltja. Ezek a történelmi proféciák, a vázatproféciák, tíz ilyen hatalmas nagy vázatprofécia van a Bibliában, amely folyamatokként mutatnak be különböző eseményeket, hogy hogyan is fűzhetők fel egy láncra ezek az események, aztán utána pedig pillanatképproféciák, amelyek ugye a reflektor élességével bevilágítanak korunk egy-egy tünet együttesébe, és megadják a védekezés lehetőségét is, hogy egy szegedi egyetemi tanár mondta, a legjobb védekezés a gondolkodás. Jézus gondolkodásra hív bennünket. Jézus ezekben a proféciákban azt mondja, hogy figyeljünk a világ eseményeire, és amit ő mond, azonosítsuk, hogy ezek beteljesednek, hogy nemzet támad, nemzet ellen, ország, ország ellen. Hallanunk kell háborúkról és háborúk híreiről. Miért ismétli ezt olyan sokat Jézus? Nem véletlenül, mert vannak fai alapon való háborúk, tehát nemzetiségi, etnikai konfliktusok, a nacionalizmus óriási ütőkártya. Vannak országok, különböző szintű országok közötti, tehát gazdasági konfliktusok, és a háborúk, hát a háború tulajdonképpen 1914-ben elkezdődött egy háborús sorozat, és csak szünetei voltak ezeknek a háborúknak, az első és második világháború közötti szünet után a második és a most folyó, mert igen, egyetértetünk ezzel, hogy most már szinte a harmadik világháború robbant ki, igen, épp egy évvel ezelőtt, 2022. februárjában. Figyeljünk oda, a háborúk után velük együtt mindig jönnek éhénységek. Persze, hát ha szétlövik az emberek otthonát, hogyha nincs elég gabona, mint hogy a világ élés kam, kamrája fölött folyik most az óriási háború, annál értékesebb föld, mint a, az ukrajnai csernozium nincs a világon. Ö, Oroszország és Ukrajna a világ gabona készletének több mint egy harmadát tudja biztosítani, és ha ott folyik a háború, ahol a megélhetésünk forrása van, akkor ezután mit mondjunk? jönnek a járványok, már volt előtte is járvány, most is van, ezután is lesz, emberek közötti járvány, állatbetegségek okozta járvány, tele van járványjal a világ az elmúlt száz évben, és a földindulások, a gyakori földrengések, amelyeket szintén az embernek a mérhetetlen beleavatkozása okozza, hogy a, ahogy atomrobbantásokat ö, ö, csinálnak a, a vízben, tehát a tengerekben, ahogy pusztítják a földet különböző erősségű, intenzitású dolgokkal, fölsorolni sem lehet már azoknak a kegyetlen eszközöknek a a világra hozatalát, amelyekről csak annyit érdemes tudni, hogy 2000 évvel ezelőtt a római birodalom kb. 50 dollárt fektetett bele egy ember megölésébe, most ez már több mint 50, sőt egyes források szerint több mint 100 ezer dollár, hogy az egyik ember megölje a másikat. Csoda, hogy a Biblia így fejeződik be, hogy jövel Uram Jézus. Ez még nem itt a vég, de a vég kezdete. A vég kezdete kezdetét vette száz éve, kezdetét vette hetven-nyolcvan éve, kezdetét vette egy éve, Isten fékező ereje tartja csak vissza a pusztító szeleknek a munkálkodását. Fogózkodjunk mindenestől, Isten igéjébe és hatalmába a mai napunkon is. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket és megölnek titeket és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Máté Evangélium a 24. fejezetéből a 9-től a 12. versekig olvastam fel Jézus szavait korunk állapotáról. Ezek a Jézusi szavak, amelyeket így nevezünk, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde, nagy nagy élességgel világítanak be korunk összefüggéseibe, és ez az egész beszéd négy részre osztható. Az első részt már felolvastam, ez a negyedik verstől a nyolcadikig terjed, amelyben Jézus elmondja, hogy a hitetés lesz a világtörvény. A becsapás, a tömegeknek olyan mérvű manipulálása, hogy a tömeg lesz a leggyengébb láncszem. Hiába lakik a földünkön most 8 milliárdnál is több ember, de legkönnyebb a nagy tömegeket becsapni, és mennél inkább megyünk a kisebb csoportok felé, és megállunk az egyes embernél, azt mondhatjuk, hogy az egyes embert lehet a legkevésbé becsapni. Ezért legyünk ne a tömeg része, hanem legyünk az Istenhez ragaszkodó, hűséges emberek közösségének egyik része. Mert Jézus elmondja, hogy ebben az időszakban félelmetes események lesznek, általános események, hogy nemzet támad, nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről. Tehát az izgatottság, a kegyetlenség. Az erőszakoskodás, a föld betelik erőszakoskodása lesz már Mózes első könyve hatodik fejezete megjövendölte, hiszen ami volt az özönvíz előtti világ állapota, az lesz a mi világunk állapota is, Jézus a kettőt összekapcsolta. És amikor Jézus ebben az első szakaszban beszélt még éhénységekről, járványos betegségekről, földindulásokról, mindenfelé, tehát az egész világra kiterjedően, hozzátett, hogy ez még nem a vég, de a vég ezekkel a jelenségekkel indul el és gyorsul fel. És miután erről beszélt Jézus, most a mai reggelen olvastam a második szakaszt, és az a második szakasz nem arról szól, hogy az emberiség hogyan próbál féket vetni, féket dobni az ilyen jelenségekre, hanem egész különösen azt mondja, hogy az igazi keresztényeket ebben az időszakban, hogy ezek a válság jelenségek mennek előre, gyűlölni fogják. El fogják őket árulni, még a saját hittestvérei közül is azok, akik nem hűségesek az Úrhoz. És megölik őket. Tehát lesznek mártíromságok Jézus második eljövet előtt, szinte elképzelhetetlen, már tudom, hogy most is több mint 200 ezer keresztényt üldöznek nagyon kegyetlenül a világon, és most is vannak mártíromságok, de ezek a mártíromságok, amelyek ma folynak, nem hasonlíthatók ahhoz, amikről Jézus beszél, és ismét visszatér a hamis próféták nagy szerepére. Hogy hamis proféták támadnak, és sokakat el fognak hitetni. Tehát Jézus ezzel kezdte az apokaliptikus beszédét, hogy óvott, védett a, a Bibliával ellentétes dolgok befolyásától, most hamis proféták sokaságát említi ebben a második szakaszban is, aztán tovább menve még azt mondja, hogy a gonoszság annyira meg fog sokasodni hogy akikben még volt szeretet, azokban is alább hagy a szeretet. Ne tartozzunk ezek közé. Tudom, hogy különlegesen megpróbáló a mikorunk, és amikor mi azt mondják, hogy át, itt nem lehet Jézust követni, itt már felborult minden világtörvény, itt már nem lehet a szeretetet megvalósítani. Nincs olyan történelmi helyzet, amelyben Jézus által ne győzhetnénk. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondta Pál a Filippi levél 4. fejezetében, és ma is el kell, hogy mondjuk a legnehezebb családi helyzetben, a legnehezebb nemzeti állapotban, a legnehezebb világhelyzetben is mindig van győzelem Krisztus által. Majd holnap a holnap reggeli dicséret egy mondata fogja a szögre ráütni a kalapácsot, vagyis kimondani, hogy milyennek a titka, hogy ma is, holnap is a győző közé számítathatunk. Mára ezt kívánom, további óvatosságot, További Istenre figyelést, a proféciák kutatását, vegyük kézbe személyesen a Szentírás, ne elégedjünk meg se 5 perc, se 20 perc, se 1 óra biblia magyarázattal, amit nem te fedezel fel magadnak, nem lesz a téd, és nem ad olyan erőt, amitről csak hall, hallomásod lehet. Ennek jegyében kívánok tartalmas, Istenre figyelő szép napot! De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hatalmas mondat ez Máté Evangélium a 24. fejezetében, a 13. versben. Lezárja a második szakaszt, amiről Jézus előbb szót ejtett. Az első szakaszra azt a címkét ragaszthatnánk, hogy világválság, válság jelenségek szaporodása, erősödése. A második szakaszra azt a címkét ragaszthatnánk, hogy az emberiség kell szétválni. Bizonyos emberek hirdetik a világ megmentésének lehetőségét az egységtörekvések és az összefogás jegyében. És óriási tömegeket tudnak elhitetni, hiszen az ember, nos hát milyen is az emberi természet lusta, ne kelljen semmit se csinálnom, csak oldják meg fejem fölött akár az egész világ problémáit. Én ebben beleegyezem, békesség és biztonság ez mindennél fontosabb, és így megy a világ lefelé a hamis ígéretekkel, és Jézus ezért hangsúlyozza állandóan ebben a nagy apokaliptikus beszéd, hogy vigyázzunk, hogy valaki elnehitessen bennünket, mert sokan jönnek még az én nevemben is, tehát a vallási hitetések, sőt a Krisztus nevében való hitetések lesznek a legnagyobbak a Sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek, és jelenések könyvében ezt Jézus megismétli, hogy sátán mind az egész föld kerekségét elhitet hitet, nem borzalmas ezt még olvasni is? De itt van az ellenpont, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ebben a mondatban nagyon sok tanítás van. Egyrészt az, hogy Isten megengedi a folyamatok mélyülését, elmélyülését, a gonoszság elmélyülését, hogy Jézus mondja Máté Evangélium a 25. fejezetében az ehhez kapcsolt, nagy apokaliptikus beszédhez kapcsolt tíz szűz példázatában, hogy a világ éféli órája közeleg, és a világ éféli órájába fog eljönni Jézus, mert amikor éjféltüt az óra, akkor lőn a nagy kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Tehát a folyamatok egyre inkább sötétebbé váló szakaszokba visznek bennünket, egyre nagyobb lesz a tudati sötétség, a belső és külső sötétség az emberiség soraiban, de aki a sötétség ellenére is kitart amellett, hogy van világosság, még az ilyen világban is van világosság, ha Istenhez fordulunk, és következetesen Istenhez fordulunk, tehát nem csak egy héten, egy nap, nem csak ebben van, vagy abban a kérdésben, ha mindig Istent keressük aki mindvégig állhatatos marad az üdvözül. Tehát súly van itt a mindvégigen, hogy a hosszú megpróbáltatás sokakat kifáraszt, és föladják a küzdelmet. Soha ne ad fel a küzdelmet, se önmagad fölötti győzelem, se a külső körülmények fölötti győzelem tekintetében. Mindig tekints az Úra, hogy ő veled van, és amire te önmagadban nem vagy képes, Ővele együtt lehetséges. Ez Jézus nyomatékosan mondta Máté evangéliumában, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Tehát soha se csak önmagadra tekints, meg ne a körülményekre. Sőt, aki hitből él, és az igaz ember hitből él, az nem önmagára tekint, hogy elsüggetjen, ne is a körülményekről, hogy kétségbeessen, hanem Krisztusra tekint. És aki Krisztusra tekint, Krisztus mindig megsegíti, mert aki én hozzám jön, semmiképp ki nem vetem. Harmadszor pedig, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Megmaradni a türelmes várakozásban, álhatatosság, hűpomonia az eredeti görögben, tehát valami olyan kitartó, valami olyan tényleg ember feletti dolgokra képes dolog, ami csak Isten szent lelkétől jöhet, de az üdvösség neki, mi számunkra, akik talán megérjük Jézus eljövetelét, akiknek nem kell meghalnunk, hogy onnan feltámasszon az Úr, hanem élve érhetjük meg Jézus eljövetelét, aki mind végig állhatatos marad, az üdvözül. Ennek a csodálatos bibliaversnek a reményében, hogy ezt ha befogadjuk, más emberekké lehetünk kívánok mára, holnapra, és az egész életünkre egy Istenhez ragaszkodó, kitartó, álhatatos életet, akiről elmondhatja az Úr a 91. Zsoltár szavaival, hogy megszabadítom őt, mert ragaszkodik hozzám. És az Isten országának ez az evangéliuma, Hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jö el a vég. Hát az egész Bibliának talán a mikorunkra nézve a leghatalmasabb és legörvendeztetőbb kijelentését idéztem ma fel. Máté Evangélium a 24. fejezet 14. verséből, hogy mi felé haladunk, a felé haladunk, hogy Isten emberhez méltó választási lehetőséget fog biztosítani minden embernek. Ez most még korán sincs adva, mert ugye az emberek tömegeit becsapják, áltatják, hamis ígéretek sokaságával, persze nyomorúság előidézésével is, hogy az emberek annál inkább kívánják a feltétel nélküli békét, az összefogást az igazság félretevésével, minden legyen az egység, az egységbe hívott emberiségnek a nagy reménységét akarják elfogadtatni, és sokan sajnos ezt elfogadják. A Biblia mást mond, a Biblia azt mondja, hogy sem az egyes emberben nem lehet bízni, de hogy nagy tömegekben nem lehet, még ha egységbe kovácsolódnának is, még akkor sem lehet, hiszen mi átéltük itt a keleti blogban, hogy milyen volt az a nagy egység, évtizedeken keresztül tapsoltuk a nagy egységet iskolában, munkahelyen, az élet minden területén, és mondtunk különböző lózungokat, amelyek utána, mint a szappan buborékok pattantak szét, Emberi egységbe bízni, amikor egy emberben nem lehet bízni igazán, és emberek különböző gondolkozású, önző emberek látszólagos egységében bízni, nem. Isten méltó választást fog adni, nyújtani minden egyes embernek. Megszólal az Evangélium, megszólal a Biblia hiteles üzenete, megszólal olyan emberek ajkain, akik világosan gondolkoznak, és akik bátrak ennek a képviseletében, mert bátorság kell egy olyan világban, amikor szinte a 99,9% azt mondja, hogy. Egység, békesség, biztonság, túlélés, valahogy éljük túl ezeket a borzalmas emberi kataklizmákat lesz majd jobb világ a gyerekeinknek, unokáinknak, hát te nem hiszel ebben, te nem ebben reménykedsz, te nem, nem ezért élsz, hogy a, az utódainak, hát egyre kevesebb már az utód, legalábbis a világnak ezen a részén, na de hát mindenki ezt át tudja, én, hogy a gyerekem, az unokám, hát neki jobb világ legyen, ezt mondták a mi szüleink is már az 50-es, 60-as években, már akkor nem nagyon fért a fejembe, hogy miért legyen jobb világ, egy lustább emberiségnek? Miért legyen egy jobb világ akkor, amikor nem tanították meg dolgozni az azóta már felcseperedett két-három nemzedéket? Miért legyen jobb világ munkanélkül, becsület, tisztesség nélkül? Az Isten országának ez az evangélium, amit a Biblia tartalmaz, ami az Isten elfogadásával, az Istentől nyert erővel egy másfajta életet élő életre vezet bennünket. Ez majd bizonyságul hirdetetik minden népnek. És Jézus csak akkor jön el, amikor mindenki tud a bal és a jobb keze között választani amikor mindenki látja a különbséget az emberi és az isteni között, amikor mindenki világosan felmérheti azt, hogy mit mondanak az emberek, mivel akarnak bennünket áltatni, becsapni az emberi vezetők, és mit mond maga a világegyetem teremtője, ami megváltó Istenünk az evangélium tisztasága, világossága, mint a sötétbe belehasító fény, külön fog választani igazságot és hamisságot, és akik eddig a hamisat igaznak mondták, és az igazat hamisnak, most lesz egy végső nagy megtérési idejük minden egyes ember számára, erre kell, hogy felkészüljünk, és erre már a mai napokban is fel lehet készülni az evangélium befogadásával, megélésével, és a mi kis környezetünkben való hiteles továbbadásával, amit mai napotokra és egész életetekre kérek mindannyiótok számára. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Imhol jö a vőlegény, jöjjetek elébe! Máté Evangéliuma 25. fejezetéből az 5.-6. verset idéztem ma reggeli dicséretül. Ezzel a verssel szeretnék jó reggelt kívánni, és egyben egy egész életprogramot is, mert ebben a hónapban arról beszélünk, hogy milyen világban is élünk és ebben a világban mi a helyes cselekvés útja. Milyen világban is élünk? Ebben a példázatban, a Tízszűz példázatában, mely közvetlenül, illetve a példázatok közül másodjára következik a nagy apokaliptikus beszéd szavai után, amelyet az elmúlt napokban felidéztem, legalábbis a nagy apokaliptikus beszédnek az első három szakaszát, az első szakasz a válságjelek sokasodása, a második szakasz a megoszlás, a rustálás időszaka. A harmadik szakasz, amiben még nem léptünk bele, de itt állunk közvetlenül a küszöbén, a nagy evangélium hirdetés megvalósulása az egész világon. Nos, hát ezután Jézus még sok-sok tanítást közvetített, azután pedig négy példázattal zárta le ezt a Máté Evangélium a 24. fejezetében elkezdett nagy apokaliptikus beszédet, a két szolga példázatával, ez az első, még a 24. fejezet végén, és ezután következik a 25. fejezet első verseiben a tíz szűz példázata, majd követi azt a talentumok és a kecskék és jók szétválasztásának példázata. A tíz szűz példázata, után ez a részet, amit ma idéztem, ez így kezdődik, hogy éjfélkor, pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. A világ éjféli órája felé haladunk. Sokszor a fejünkhöz kapunk, és azt mondjuk, ez még nem az éjféli óra, de látjuk, tudjuk, hogy lesz ennél még rosszabb is. Lesz ennél még sötétebb is. A világ éjféli órája felé haladva mi is a mi feladatunk. Az a feladatunk, amit már Ézsajás próféta is megjövendőlt és megszólaltatott, sőt, nagyon részletesen elébünk idézett az 58., 59., 60. fejezeteiben könyvének, hogy az egyre nagyobb sötétség közepet világítsunk, vagy mondhatnám így szerényebb szóval világítani tanuljunk mert nem azért van sötétség mert olyan kegyetlen az élet és annyira rosszak az emberek ez mind igaz a föld betelik erőszakoskodással olyan lesz mint a noé napjai előtt volt hogy az ember szíve minden gondolata szüntelen csak gonosz de mégsem ezért van elsődlegesen sötétség, hanem azért, mert nem gyúl fel a világosság. Egy nagyon egyszerű ember mondta nekem 40 évvel ezelőtt, egy idős, talán paraszti munkát végző ember, hogy ha bemegyünk egy szobába és sötétség van, akkor nem hadakozunk a sötétséggel szemben, mert úgy nem tudjuk kiűzni, hanem egy könnyed mozdulattal fel kell kattintani a világosságot, a lámpát, és akkor majd a világosság kiűzi a sötétséget. Hát így is kell gondolkoznunk a mikorunk felől, hogy ne panaszkodjunk mindig arra, hogy az emberek ilyenek olyanok, hogy az ember alkotta intézmények ilyenek olyanok, sőt még olyanabbak. Ne panaszkodjunk a felől, hogy a gonoszság megsokasodik, Afelől panaszkodjunk, hogyha a szeretet sokakban meghidegül. A világ éjféli órája felé tartunk, de világosságot csak az fog bocsátani a világra, hogyha megszívleljük a felszólítást, hogy kej fel és világosodjál. De helyett mit mond Jézus, milyen állapotban vannak az ő követői? Mindannyian elszúnyattak és aludtak. Két csoportot jelöl meg itt Jézus. Egyrészt az elbóbiskolókat, akik tudják, hogy világítani kell, ott is van kezükben a lámpás, mégsem mennek ki világítani. Miért? Mert elszúnyattak. Mert maga tehetetlenek a másik csoport súlyosabb, azok el is aludtak, tehát mély álomba merültek. Az első kívánságom e mai napra, de mint mondtam az elén, az ezutáni életünkre, hogy ne legyünk az elalvóknak a körében. Nincs olyan, aki ma éberen él. Jézus ezt mondja. Nincs olyan keresztény, aki ma igazán világítana. Vannak a mély alvásba merültek, és vannak az elszunnyadók. De egy nagy kiáltás majd fel fogja rázni mind a két csoportot, még a mély alvásban levőket is, csak nekik már késő. Nagy kegyelem, akik csak elszunnyadtak. De kelj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Ezt kívánom mai napotokra is. Kejj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad, mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Izsajás könyve 60. fejezet első két versét idéztem fel, szoros folytatásaként a tegnap mondottaknak, hiszen a tegnapi napon Jézus szavait idéztük fel a tíz szűz példázatából, hogy éjfélkor kiáltás lőn, ím jön a vőlegény, jöjjetek elébe. De láttuk ezeket a Krisztushoz ragaszkodó embereket, hiszen a szűzek annyit jelent, akik ragaszkodnak a vőlegényhez, aki közben nem átálltak más erő oldalára, hanem akik várják a vőlegényt, ragaszkodnak hozzá, és még azok között is ilyen megoszlás van. A szüzek között is van öt okos, aki csak elszunnyad, és öt balga, aki mély alvásba zuhan. Éjfélkor majd kiáltás lesz, és majd meglátjuk, hogy mi lesz ez a kiáltás ami következtében mind a két csoport föl fog rezzenni, de egyik már hiába és későn. A balgaszüzek elvesznek. Jézus azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket. Most nem ismerlek, egykor ismertelek, de most. Az életetekkel nem szolgáltok rá arra, hogy most is ismerjelek benneteket. Nagy kegyelem, hogy vannak olyan szüzek, akik csak elszunnyadtak, csak elbóbiskoltak. Őket még fel lehet rezzenteni. Nekik szól Ézsaiás proféta felhívása 800 évvel Jézus előtt tette közzé, mennyire összefügg a Biblia minden egyes részete, minden egyes részetében. Kej fel világosodjál, szó szerint bocsást ki a világosságot, mert megvan a világosságod, megkaptad a világosságot, csak rosszul értél vele, magadnak tartogattad, nem akartad másokra árasztani, nem siettél emberek segítségére, nem hoztál áldozatot azért, hogy mások is megismerjék a világosságot, nagy bűnünk. Nem csak elfogadni kell a világosságot, nagy csoda, ha elfogadjuk, mi sötét emberek. De a kegyelemből hittel kell élni, és a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában. Itt van a nagy probléma: hogy Isten hívő népe talán elfogadja a világosságot, talán, de nem bocsátja ki, mert a világosság kibocsátása cselekedeteket kíván. Kegyelem, hit, cselekedetek. Ez a helyes sorrend az életünkben. Megismerni Isten kegyelmét, szavát önmagunkba fogadni, de ezt már is hittel párosítani, hiszen hát csak azt tudja magába fogadni Isten igéit, aki ezekben hisz. De ki hisz ezekben, aki megy és másoknak is közvetíti aki megy, és vállalja a kudarcot, a lenézést, a, a lekezelést, a megszégyenítést, a megaláztatást. De akkor is megy, mert tudja jól, hogy nem ő szégyenül meg. Az szégyenül meg, aki elutasítja Isten világosságát, és továbbra is a világ sötétségében akar lépni, sötétségében akar maradni mert a világ a gonoszságban vesztegel. Ugye nem felejtettük János első levele ötödik fejezetéből ezt az e hónapra előhozott ígért is, a világunk a gonoszságban vesztegel. Nekünk kell tennünk valamit keresztényeknek, Krisztus követőknek, hogy felgyújjon a világosság az emberekre kelj fel, bocsáss ki a világosságot, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad, mert az Isten dicsősége az, amikor közvetítjük, akár lenézésben, akár ellenszélben is ezt, az Isten meg fogja mutatni a nagyságát, Isten meg fogja mutatni a dicsőségét, mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Hát itt ugyanazt mondja Ézsaiás, évszázadokkal Jézus előtt, éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a bőlegény, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Ez a rajtad jelent személyesen egyes embereket is, de jelenti legfőképpen a hívő népet, hiszen nem egyesek fogják hirdetni az evangéliumot a végidején, lesz egy egész megtért, egy egész újjászületett hívő nép, majd minden rendjéből, ágazatából az emberiségnek lesz majd a késői eső időszakában, a szentélek kiáradásának időszakában egy igazi megtért nép. Vajon nem kell sietnünk, hogy mi is ezek közé tartozzunk? Kej fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességben emelt fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyáján egybed gyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és lányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remegés kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. És Ézsajás könyve 60. fejezetéből az első öt verssel szeretnélek köszönteni benneteket. Csodálatos reménységet sugalló versek ezek, ha elfogadjuk Isten kegyelmét, ha mélyre eresztjük az igéket, ha nem csak tövis van bennünk, és nem csak köves talaj, hanem megtisztítottuk a lelkünknek a talaját, és jó mélyre hull a mag, és eltávolítottuk a tövises, bozótos gazokat is, és eltávolítottuk a, a köveket, a szikla darabokat is, hogy az a mag valóban jó termőföldbe hújjon, és fel tudjon virágozni, vagy most más hasonlattal a sötétségben világosság fogjon gyulladni. És micsoda csodálatos következménye lesz ennek? Népek jönnek világosságot hoz, királyok, vagyis vezetők, az országok vezetője a néket, feltámad, fényességhez, mindenki el fogja ezt ismerni, mert ilyen világosság nincs, mint a Biblia világossága, mint az igaz evangélium világossága, mint Krisztus világossága, aki azt mondta önmagáról, hogy én vagyok a világosság, én vagyok a világ világossága. Igen, ez egy rendkívüli dolog lesz a késői eső kiárasztás, amikor a szent élek erejével hirdetik majd Krisztus választottaja az igét, és nagyon gyorsan begyűjtetnek olyan emberek, akik eddig is talán hallottak az igéről, vagy a szentélek élek a lelkiismeretükön keresztül eddig is tudta őket vezetni, de most döntéssel, választással pecsételik meg eddigi gondolkozásukat és életvitelüket, Krisztus oldalára állnak, és várni fogják Jézust, melyt érfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Valami csodálatos lesz ez a végső nagy evangélium hirdetés. Valami csodálatos lesz az embereknek a bóbiskolásból való ferrezzenése és elfogadása Isten dolgainak. Emelt fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyáján egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és lányaid ölben hozatnak el, mert hát a vér szerinti hozzátartozóink talán messze sodródtak tőlünk, akik a hitet évek, évtizedek óta gyakoroljuk, tovább akarunk haladni ezen az úton, bár a világ sorsa egyre nehezebb, és gyermekeink, hozzátartozóink talán eltávolodó félben voltak és vannak tőlünk, de a tékozzó fiak meg fognak térni. Sok tékozzó fiú megtérése következik be. A mennyek országában csak olyan szalonnák lesznek, amelyek kutyából készültek. Mindannyian, mindannyian kutya természetét legyőzi az igazi evangélium Spurgeonnek, loptam el ezt a híres és kicsit komikus kijelentését, de igen, halljátok még egyszer, mindannyian, akik ott leszünk az Isten országában, adja Isten, hogy ott legyünk, minden szalonna kutyából készült. Nem igaz a mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, kutyából lesz szalonna, csak kutyából lesz szalonna, mert Ádám és Éva után mindannyian kutya természetőekké váltunk, de fölvehetjük a bárány természetét a bárány legyőzi a kutya természetet, de egyedül ő a bárány, aki visszaadja fiainkat, lányainkat, akkor meglátod és ragyogsz örömtől, remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népek gazdagsága, hatalmas megtérés, mint az első pünkös idején három majd ötezer lélek tért meg, és áthatotta egész Jeruzsálemet, az ige kovásza, a Jézus evangéliumának igazsága, szépsége. Ott járt Jézus három és fél évig akkor nem hatotta át, miután a mennybe ment azután tömegestül tértek meg az emberek az elhullajtott magvetése beért. Ezt kívánom a mi időnkre is, hogy nekünk is örömtől ragyogjon és remegjen szívünk, és lássuk a hosszú előkészet után a csodálatos beteljesülést. Jézus második eljövetele a nagy evangélium hirdetés boldogságát és annak eredményét, ennek jegyében éljük mai napunkat is. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Ézsaiás próféta könyve 58. fejezet 10. versét küldöm most mindazoknak, akik a mai reggeli dicséretünket hallgatják. Csodálatos ígéret ez a sötétség világában is. Az elmúlt napokban egyetlen egy szóval jellemeztük a Biblia szavával a mai világot, és ez a szó a sötétség. Egyre nagyobb sötétségbe hullik bele a világunk. Egyre nagyobb sötétség vesz körül bennünket, és ne gondoljuk, hogy csak kívül, hogy háborúk vannak, kegyetlenségek vannak, ember, ember által való kizsákmányolása, becsapása, emberhez méltatlan lett az élet, és egyre inkább, és mindenütt a világon, és a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül, ahogy már említettük Jézus szavait Máté Evangélium a 24. fejezetéből, hanem belül is sötétség lesz. Ez a belső sötétség talán még félelmetesebb. Egy emberek leszoknak a gondolkozásról, az emberek indulatból élnek, és nem józan értelem szerint, hogy az emberek belül őrzik a kút vizének hidegségét Jeremiás próféta szavával, vagy a kő szívet, Ezékiel próféta szabával. A próféták összes előrejelzései szemünk láttára teljesednek. Külső és belső sötétség. De mire szólít fel ebben a világban Ézsajás próféta? Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted. Tehát, aki kegyelemből él, aki a kegyelmet hitben minden nap megújítja és értékeli, annak cselekednie kell. És a nem egy ilyen nyögvenyeléses cselekedetről beszélek, nem is kötelességszerű cselekedetről beszélek, hanem áldozatokat hozni és tudó cselekedetekről beszélek. Utolsó falatunk, megosztása az éhezőkkel. Tehát amikor nem a fölöslegünkből adunk, a szükségletünkből adunk, vagy, vagy ahogy rájöttem néhány évvel ezelőtt, a semmiből is tudni kell adni, amikor nincs semmi az adásra, de a szívemben ott van az elhatározás, hogy én segíteni akarok, adni akarok, és akkor Isten a semmiből kútforrást fog fakasztani, és élő víznek kútfeje lehetsz más emberek számára ez a három adás van a fölöslegből adni, hát az nem nagy dicsőség, a szükségletből adni az már komoly erkölcsi cselekedet, hogy megosztom az utolsó falatomat, de amikor az elepet lelküt megelégíted azzal, hogy nem tudsz egyelőre még mit adni, állsz némán a másik ember életsorsa előtt, de kegyelmet, hitet, erőt kérsz az úrtól, hogy most az ő szándék az, hogy te legyél eszköze az adásnak, akinek semmi sincs, aki semmi nélkül való és mégis mindennel bíró, ahogy a második Korintus levél hatodik fejezetében többenetesen mondja ezt a tapasztalatot, Pál. Tehát amikor se fölöslegem nincs, se a szükségletemre nézve is alig-alig vannak meg az anyagi és a lelki javak, de én szeretnék adni, mert akinek van annak adatik, és akinek nincs, attól ez is elvétetik, amilyen van. Jézusnak ez a szava juthat eszünkbe, az élet lényege az adás, a szolgálat. És hogyha mi erre szívünket, lelkünket rátesszük, akkor hogyha valóban megcselekesszük ezt hit által, hogy odaadod utolsó falatodat az éhezőnek és az elepet, lelküt megelégíted, és nagy dolgokra gondoljunk a hétköznapok világában, akkor, amikor ketté kell törni egy kiflit, akkor, amikor egy órából is fél órát a másiknak kell adni, megtesszük ezt, mert ha megtesszük, akkor feltámad a sötétségben a világosságot, a külső sötétségben is, mert kívül a világ ezt nem teszi, de a belső sötétségben is, mert lehet, hogy te is eddig sötétségben értél, hogyha ezt nem művelted, ezt nem gy gyakoroltad, feltámad a sötétségben a világosságot és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Olyan gyönyörűek ezek a paralelizmusok, hogy az egyik gondolat megerősíti a másikat, de ilyenkor télbíz idején, amikor sűrű ködök lepik a területet, és reggel fölébredünk, és nem látunk 200 méterese, de majd délben már feltámad a, a déli verőfénnyel a világosság. Én is ezt kívánom mai napotokra, és egész további életetekre is. És vezérel téged az úr szüntelen, megerégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. Ézsaiás könyve 58. fejezet 11. versét idéztem, és Biblia olvasó embereknek talán rögtön felgyullad a párhuzam, hogy innen Ézsaiás próféta könyvéből nem is csak erről a helyről, más helyeiről is idézte Jézus azt, amit a Samáriai asszonynak mondott, hogy aki Samária síkár kutya vizéből iszik, az ismét megszomjózik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha meg nem szomjózik, sőt, sőt az életre, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát aki befogadja a vizet, az nem egyszerűen csak maga elégedik meg a vízzel és oltja a szomjuságát, hanem ő is kútfő lesz, ő is vízforrás lesz más emberek számára. Tehát mi a lényeg, hogy amit Istentől kaptunk, ha nem adjuk tovább, az a víz megpushad. Ha továbbadjuk, az mindig üde, friss, éltető víz lesz a másik ember számára, és talán felidéződik akkor János negyedik fejezete után a hetedik fejezet is, amikor a sátoros ünnep utolsó napján Jézus felkiáltott, hogy aki szomjózik, jöjjön én hozzám és igyék és felidéződik jelenése könyve 22. fejezet 17. verse is, mert a Bibliánk is ezzel fejeződik be, hogy a lélek, tehát a szent élek, és a menyasszony az igazi egyház, tehát két jelképet mond. A lélek és menyasszony ezt mondják, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. A víz alapvető táplálékunk fontosabb, mint a szilárd táplálékfajták. Minden nap legalább egy-két liter vízre van szükségünk, hogy ki ne száradjunk, és Három hétnél tovább senki ember fia nem bírja, hogyha víz nélkül kellene megélnie. Ez is egy óriási csoda, hogy Isten úgy teremtette a világunkat, hogy hozzájussunk abból a pár százalék vízből, édes vízből, a, ugye mert ma a, ma a kék bolygón élünk legalább, kétharmad részét a földünknek óceánok borítják, de hát abból nem nagyon tudunk legfejebb lepárlással, vagy nagyon költséges eszközökkel vízhez jutni, de az édesvizek, amelyek itt vannak településeink környékén, ezek éltetnek bennünket, de lelkileg is kell, hogy bennünket éltessenek az igazi vizek, a Jézus Krisztustól származó vizek, és erre mondja azt a proféta, hogy csontjainkat megerősítés, olyanok leszünk, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy, a nagy szárasságba tudja ezt művelni velünk. Tehát a világ utolsó szakaszában, a nagy sötétség időszakában, melyről a cseh írásek a sötétség című regényét írta, az ugyan a huszitizmus koráról szól, de hogy a huszitizmus korában nagy sötétség volt, középkori átható, sűrű sötétség, Ma is visszatért a középkor, vallás és állam újra egyesülnek, politika és egyház újra összefonódik, teljesen középkori a társadalmi alapállás is és ennek jegyében ugyanolyanok az erkölcsök is, középkori erkölcsök öttek vissza a babonának, a hiedelmek világának az erkölcsei, de ebben a szárasságban, ebben a sötétségben, aki engedi, hogy Isten megöntözze a kertjét, aki engedi, hogy az ige esője hújon, az megöntözött kert lesz, az bőven termő kert lesz a sivatagos világban is, és az kútfő lesz mások számára is. Fogad be az igét, enged, hogy megöntözze Isten a kertedet, de mindenek fölött, hogy ez megtörténik veled, legyél élő víznek kútfeje mindenki más számára. Ezt kívánom ma néked, és életed további napjaira nézve is.